Figyelem, figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Baromi nagy aszteroida jön, és mindig meghallok egy ilyen hírt, mindig arra gondolok, hogy te jó Isten, riogatják itt hát az igen, embereket. Csak aztán ezek erről mindig kiderül, hogy egy ilyen pár millió kilométerre tőlünk jobbra vagy balra húz hát el, a föld közelnek számít egyébként. Meglátunk. Föld közelnek számít, tehát ez egy ilyen 1.300.000 kilométer, 1.5 millió kilométer, ami nem tűnik olyan, tehát soknak tűnik, ha mondjuk az autódban van benne, és úgy akarsz használt autót venni, akkor azért úgy sok, nem? Hát, mennyi van benne? Hát 1.000.000-nél pördült. Másfél. Másfél milliónál pördült az óra, igen. De hogy jön valami nagyon nagy, állítólag, és február 18-án észlelhető lesz. Nem kéne összeszerelni ezt a távcsövet, és átjönni egy ilyen közös aszteroida nézésre? Hát, szerintem igen. Ari vagy, most akkor most melyik részére vagy? Gondolsz, hogy én menjünk, hát mi a Janival összerakjuk neki? Hát valami ilyesmi, ilyen közös aszteroida nézés. 300 méter átmérőjű kis száguldó kövecske zúg el mellettünk. Azért az így megérkezne ide, az nem kicsi. Az nem kicsi. Három variációval, srácok. Vagy nem jön, vagy rosszul van belé, vagy már nagyon közel van, mert én nem látok semmit. Egy futballpálya méretű körülbelül, ugye? 300 méter, nagyjából. A távcsövön is, igen. Futballpálya méretű egyébként. Azért az már szólna, valljuk őszintén, ott már nem tartana a haj Berlinben sem. Az az érdekes egyébként, hogy ugye vannak ezek a rádióteleszkópok, meg van ez a rádióteleszkóp hálózat, aminek tulajdonképpen a feladata nem más, mint hogy keresse a potenciálisan veszélyes objektumokat ugye az űrben, és előre jelezze nekünk, ha baj lesz. Na most kérdezem én, hányadika van ma? 17. Kérdez bármit. Szinte minden benne van az adásmenetünkben. 2 nappal ezelőtt vette észre, hogy érkezik ez az aszteroida. Tehát tulajdonképpen... Hát akkor nagyon jön. Egyrészt nagyon jön. Hát akkor nagyon. Igen, de nem is az a megdöbbentő. Egyrészt nagyon jön. 2, hogy mi van, ha mondjuk ez 3-szerekkora és föld közelbe kerül, érted? Tehát hogyha ilyen pici a lehetőség, hogy ezt valójában kiszúrják, akkor és mondjuk az égboltak az 1%-át tudják mondjuk fürkészni sok-sok dollármillióból, akkor itt ha most egy 3-szerekkora jön és keresztezi... Azt se biztos, hogy észreveszik. Nyilván vannak előre kiszámítottak, amikről előre tudnak, mert az egyszer már itt volt, körbeér, valahogy újra megérkezik. De hogy nem nagyon sikerült azért ezt sok-sok hónappal ezelőtt elő észrevenni. És az a bajom, hogy most mi van, ha ez az aszteroida, ami jön érkezik. Vagy bármi is, ami érkezik. Ez eltereli a figyelmét ennek a rendszernek egy másikról. Tényleg mindenki jobbra néz, közben meg balról jön. Meg jön egy marha nagy aszteroida. Hát, akkor... Érted? Akkor mi van? Akkor... Hogy az aszteroid, csak azt... Ha főnököm mondta, akkor gebasz van. Igen. Gebasz. És jön az aszteroid, és azt látja, hogy 6 milliárd ember néz balra. És várja. Ja, igen. Ilyen furák ezek a földiek, nem is veszik ez, olyan bam, és megérkezik jobbról, és vége. Azt mondtad, hogy 1%-át tudja figyelni az égboltnak. Hát azt mondják, nem tudom, hogy pontosan mennyi, de nem sok esélyünk van, igen. Igen. Ha volt egy kisebb tavaly, vagy tavaly előtt, arra emlékeztek 2012-ben valamikor? Igen. Az egy 27.000 kilométerre ment el a Földtől. 27.000 kilométer. Hát kettőt pislogsz, ott vagy. Tehát a repülő van 10.000 méter magasan, vagy 11.000 méter magasan. 27.000, azért az nem sok. Ez meg most másfél millió. Ez másfél millió, ez egy picit arra. Jó, de ez a pici az nem jelentett ránk semmiféle veszélyt. Ezt már az elnevezés is mutatta, ez volt a Szutyok 2. Hát ugye volt az, ami ott hol van, ez a Chelyabinsk, vagy mi volt? Chernobyl, de az egy atomürömi. Ugye, ami felrobbant, egy 20 méter átmérőjű, betörtek az ablakok. Ja, igen. Emlékeztek, igen, vannak igen. Róla videók. Beesett a föld légkörébe, és mint a Szibéria felett darabokra esett, és ugye ez egy meteorit volt, Chelyabinsk felett, és ugye mutattak ilyen száguldó ilyen tűzgömböket, betörtek az ablakok, brutális. Most ez körülbelül 20 méter átmérőjű volt. Az üvegesek napja. Igen. 20 méter átmérőjű, a hiroshimai atombomba erejének a 15 vagy 20-szorosával robbant fel. Most gondold el, ha egyébként egy ilyen kis focipálya méretű így valahova megérkezik. Az nem lehet. Mi nem lehet? Mi nem az lehet? Nem lehet, hogy a hiroshimai atombombának 20-szorosával robbant fel. A hírek akkor arról szóltak, de nem, igen. Hát lehet, hogy túlzóak lehet. Voltak. Hát, hogy a Chelyabinsk nem, felett az volt. Nem lehet. Már kifejteni ezt egy kicsit részletesebben is, hogy mi értem. Lehet, hogy párszorosan, nem tudom.
De akkor nem a légkörben robbant fel. Nem, hát a becsapódás maga, hát ezek nem robbantak föl. Ez nem lehetett a becsapódás 20-szorosa a Hiroshima-inak. Hát de. Akkor ott nem maradt volna semmi. Nagy. Hát nem is maradt, ahova becsapódott. Hát láttad te azokat az üvegeket? Fia, akkor próbálom meg így levezetni, nagyon tudományosan. Akkor valószínűleg 20-szor akkora robbanást, vagy 20-szor akkora pusztítást kellett volna végeznie, mint annak idején a Hiroshima atombomba. Hát csak nem a városra esett közvetlenül, hanem nagyon messzire mellé, de akkor. Meg nem érjük, hogy a földre robban, vagy a levegőbe robban. Hát de a nukleáris robbanófejeknél is van úgy, hogy ugye sokféleképpen robbanhatnak, attól függően, hogy van beállítva. Aha. Valami volt Chelyabinsk felett, ez a lényeg. Na mindegy, betört egy csomó ablak. Betört egy csomó ablak, azért ez egy 20 méteres átmérőjű volt, ami egyébként tényleg a levegőben ment szét. Tehát a levegőben pukkan, nem ért földet, és a nyomás az, ami ugye betörte az ablakokat. Szóval, ha egy ilyen focipálya méretű mondjuk így megérkezne, az csúnya, nagyon nem? Nagy bajba lennénk. Mondanák, hogy van két nap? Biztos mondanák. Szerintem nem. Nem mondanának, erről mindig annyit beszélünk, hát, de mondanának valamit. Két nap anarchia. Hát nem tök mindegy. Hát nem. Most nem. Addig is még azért. Tehát aljas módon ők magukat kimentenék, de nekünk nem szólnának? Aha. De kik nem. Azok, szerintem akik? De kik azok, akik ki? Ugye? Igen. Tehát hogy tudod magad kimenteni? És fölszállsz a levegőbe, és mi történik? Repülsz egyet az Air Force One-nal, oké, és aztán valahol vissza kell szállnod. Szerintem biztos, hogy az lenne, hogy akik már pontosan tudják, hogy mikor érkezik, nekünk azt mondanák, hogy egy nappal később jön. Azért, hogy a mindenki csinálja mindenkivel akcióban, ők legyenek az elsők. Lefölözik a hasznot, és akkor utána. Mi rákészülünk az utolsó napra, hogy na, akkor majd ott áll, akkor már tényleg mindenki. És akkor ők egy nappal korábban már elkezdik. Ez annyira érdekel engem egyébként, hogy valójában mondanák-e, hogy egy hét. Szerintem bemondanák, ha már ilyen teljesen egyértelmű lenne, tehát mondjuk a NASA csillagászai azt mondanák, hogy igen, nincs esély a kikerülésre, igen, gyerekek be fog csapódni mondjuk egy, nem tudom, Los Angeles méretű, és szökőár, cunami Európát letarolja, Amerika eltűnik, szerintem bemondanák, hogy mi lenne? Szerintem... A totális anarchia nyilván, te egyik pillanatról a másikra mindenféle kontroll nélküli abszolút káosz, tehát ott nem tudsz megállítani Egyesült Államokat, se Afrikát, se Európát, semmi. De akkor már nem rabolsz magadnak PS4-et meg. Nem így működik. Nem így működik. Mit vele? Semmi, az emberi lélek máshogy működik. Ha egészen tudod, hogy nincs kontroll, akkor tök mindegy, hogy mi van. Az egyik, hogy nincs kontroll, bármit megtehet. És akkor elindul egy ilyen rablás, fosztogatás, erőszak, ott vége van. Biztos lesz, ott vége van. Hülye, aki elkezd lövöldözni, mert már úgyis mindegy, csak kipróbáljuk, hogy hát nézd meg, nézd meg a Párizsban, amikor autókat gyújtogattak a Los Angeles-i földrengés, hát mindig vannak, akik jó, még egyébként... Jó, a Párizsiak meg nem kell ahhoz, hogy egy meteorit érkezése, hogy a külvárosokba, a bevándorlunk. De aztán, hogy egy hét és lekapcsoljuk a lámpát. Egy hét és végre nem tudjuk kikerülni, összeült a NASA, az amerikai elnök nyilatkozik, ahogy ezt ugye sok film földolgozt. És aztán, hogy köszönjük szépen, egy hét, vigyázzanak magukra, és a kép elsötétül. És néznék egymást, hogy na Jani, most mi lesz? B-terv, Feri, még egy malac. Ugye, hogy mi a fenét csinálnánk? Elindulnám mondjuk a rokonaidhoz. Ha? Óriás dugó az autópálya, mindenkivel. Maguk csinálják, amit akarnak, én minden esetre átmegyek Sophie Marceau-hoz. Te még úgy gondolod, hogy sikerül. Úgy gondolod, hogy Sophie Marceau még végig meg lenne? Ez az utolsó alkalom. Igen, mindenkinek meg lenne. Na, de tényleg, mit csinálnál? Tessék, egy heted van. Bemondja ma a NASA, hogy ez a február 18-ai aszteroida egyébként föld közelben van, egyébként, mit tudom én, nem kértem február 20-án, mit tudom én, New York méretű, nem tudjuk elkerülni a becsapódást február 20-án. Becsapódik Arizonába. Az amerikaiak tudják, hogy azonnal vége, és hozzánk meg megérkezik egy ilyen kis atlanti-óceáni lökés hullám. Mi a fenét csinálsz? Összegyűjtöd a családodat, és valahol a kertedben ásol valamit? És megpróbál. Nyilván az élet össze sokkal erősebb, mint hogy fölad meg, nem tudom. De mi történik az akteleki cseppkőbarlangba? De nem most komolyan, tényleg. Oké, bemész egy barlangba? Aha. Vagy azt mondod, hogy az élet nem úgy működik, hogy mindegy, akkor meghalunk. Tehát ennél azért sokkal erősebben dolgozna benned az élet ösztön. Meg a túlélés, az, hogy rágyere. Abban a pillanatban hirtelen minden baromi fontossá válna, hogy te nem akarsz ebbe beledögleni, hogy most jön egy aszteroid, te valahogy ezt túl akarod élni. Ugye, mindenki jó, de mit csinálsz? Betonozni már nincs időd. Hát, mi a fenét csinálnál? Hát mindent megengednék a gyereknek, amit addig nem engedtem, mert megnézhetné a horrorra akadva sorozatot. túl csúnyán beszélnek, de nagyon régóta már felkeltett a gyerek érdeklődését. Fú, gyerekek, szerintem el se tudjuk képzelni. Tehát, hogy így magad köré gyűjtenél mindenkit, igen, nagyokat beszélgetnétek, együtt lenne a család, és ülnétek és várnátok. És akkor mit tudom én, néha bejelentkezem valaki a NASA-tól, hogy még két nap, hát sok szerencsét. Miről beszélgetek? Megnéznétek a régi képeket, meg a régi közös videókat. Valaki valószínűleg nem tudnám, mit csinálni. Egyrészt anarchia lenne, tehát abban a pillanatban, tehát valahova el kéne barikádoznod magad.
tehát fosztogatások, tüntetések, mindenki megőrülne. Tehát szerintem ilyen nem várt káosz lenne. Igen, és aztán, hogyha egy elnézést rosszul számoltuk ki a koordinátákat, mégse. Ja, de miért? De szerinted mi? Most jó, igen, és megjelenik a NASA-tól, csak bolondozunk. Nem lenne egyébként... Bocs, szomszéd! És mondjuk csak képzeljétek be, és naponta lenne egy bejelentkezés. CNN-en 24 óra, 23 óra 50 perc. Sok szerencsét. És eltűnnél. És menne az óra. És menne az óra. És csak mindig annyit mondanák, hogy nem tudunk mit csinálni. Isten áldja önöket. Sok szerencsét. Kép elsötétül. Adások szépen leállnak. Egy idő után nem működnek a rádiók, ugye bezárnak a tőzsdék, senki nem érdekel. Abban a pillanatban minden, ami addig fontos volt, abban a pillanatban egy perc alatt teljesen értéktelenné válnak. Aha. A felhalmozott pénz, a tőzsde, az anyagiak, teljesen, tehát egy hét alatt olyan szinten értékelődne át minden, hogy döbbenet, hogy minden, amit hajtottál meg, ami fontos volt, az egyáltalán nem számítana, és minden, amit nem foglalkoztál eleget meg, nem foglalkoztál vele, hogy fölborulnának a prioritások. Kit érdekelne, hogy mi van a tőzsdén? Most ezt határozza meg a mindennapinkat. Kit érdekelne, mennyi a dollár? Kit érdekelne, mennyi a benzin? Senki. Nagyon fontos lenne, hogy mindenki tegye azt továbbra is, amit addig is csinált. Érted? Csak egyszerre két nővel. Így van. Ugyanaz, csak két másodpercünk van, ezért már sokáig nem tudunk sugározni, de még egy nyilatkozatra van lehetőségünk. Jó napot kívánok, Matolcsi György vagyok. Tovább vágjuk az alapkamatot. 11%. Igen, igen, nem hiszünk az aszteroidákban. Senki nem cseszek. Nem akkor hiszünk az uniónak. Azon az úton. 0,5 kamatvágás hajtsuk végre, arra télebe, akkor is. Gyuri bácsi, már nincs adás. Nem. Gyuri bácsi, ez már hangosítóink sincsenek, nem tudjuk. Sajtót, tájékoztatót. Szóval, és akkor mit tudom én, megjelen az Amerikai Egyesült Államok, és azt mondaná, hogy hölgyeim és uraim, utoljára szólok önökhöz. Vigyázzanak magukra. God bless. Amerika. Kép elsötétű. Csókoló. Ülnél a családoddal, és onnát bejön egy 6 óra. A magyar átélő. Jó estét kívánok, Novák András vagyok, Líbiában. Csak, hogy 6 óra, 5 óra, 4 óra, és az utolsó óra. És aztán vége van. Na? Hát ez kemény lenne. Hát nagyon. Viszont van egy hallgatónk, aki csillagászkodik, és hallgatott minket, illetve a megszólalást, és hozzá tud szólni érdemben. Krisztián, itt van már? Hello, Krisztián, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Hello, jó reggelt. Te az MTA csillagászati központ munkatársa vagy, tényleg? Jól? Igen, és még a szakterületem is az a kis bolygók, úgyhogy... Ó, hát akkor hallottad, hogy itt mi miről beszéltünk. Akkor hallottad, hogy mennyire értünk hozzá. Figyelj, a legfontosabb, hogy szerinted mondanák egyébként, ha fölbukkanna egy, nem tudom, két focipálya méretű, és keresztezni a föld pályáját, és mondjuk 72 óromban becsapódnak. Mondaná a NASA, vagy mélyen hallgatnának róla szerinted? Hát szerintem mondanák, mert ha nem mondanák, akkor szétzavarnák őket nagyon gyorsan. A kongresszus meg minden, hogy ezt a sok pénzt nekik adják, és aztán még el is titkolják. De valójában arról van szó, hogy ez nem a NASA privilégiuma, ezeket az égitesteket észlelni. Amikor ezek eljönnek a föld közelébe, annyira fényesek, hogy egy bármi, amatőr ti is bementek a boltba, nem is olyan drágán vesztek hozzá felszerelést, egy digitális fényképezőgépet, egy kisebb tápcsövet, és otthon, kertből, hanem Budapest közepén laktok, tudtok ilyen kis bolygókat megfigyelni. Uh-huh. Hát ez nem valami őrült, mély, tudományos dolog. Ez na de várjál, ahhoz, hogy tudjak egy kis bolygót, azt már tudnom kell, hogy honnan jön, meg hogy hol van, nem? Vagy te fürkészed az eget, és egyszer csak észreveszel egyet? Olyat is szoktunk, persze, igen, szoktam kis bolygókat keresni is. Meg nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Olyan amatőr csillagászok, akik nem tartoznak sem a NASA, semmilyen kormányszerv égisze alá, olyan programokat működtetnek, hogy ők is rengeteg ilyen égitestet észrevesznek, amit korábban megtaláltak, azt követik. Tehát ez nem egy ilyen szűk tudományos elitnek a privilégium, amit mondjuk a fekete lyukaknak a kutatása, ez bárki, egy hétköznapi ember is bekapcsolódhat ezeknek. Honnan tudod, hogy te vagy az első, hogy megjelölitek valahogy? Vagy ez hogy Balázs 0-1 lenne. Tehát te észreveszed valamit, nem tudom, a Vénusz mellett valahol ott jön, nappali égbolton, honnan tudod, hogy valahol melyik kis japó valahol nagyon messze Ázsiában nem vett észre ugyanazt? Vagy ez ilyenkor hogy megy? Hát csak reménykedem benne, van ennek egy gyűjtőközpontja Amerikában, ahol minden csillagász, amatőr csillagász küldi ezeket az adatokat, és ott eldöntik, hogy kinek az e-mailje jött be korábban, és akkor ezt elfogadja mindenki. De nincs mellettel egy ilyen kapcsoló, vagy mint a, hogy hívják a sakkozóknál ez az óra? Lecsapni az óra. Megvan. Hát inkább csak ébresztő óra. Neked van már sajátod? Van már sajátod, amit te fedeztél fel? Hát igen, én több száz kis bolygót találtam már. Amik a föld közelébe is jönnek. Úgyhogy hát ezzel foglalkozunk, ez most egy nagyon forró téma, hogy a különösen egy éve ott a Cseljabinszba betörte az ablakokat az a meteor,
azóta ez még nagyobb hangsúlyt kapott, úgyhogy foglalkozunk. Figyelj, mennyi az esélye annak egyébként, hogy úgy bukkanjon föl, hogy tényleg két nap van? Mert ugye hallani olyanokról, amik x év múlva majd keresztezik a föld pályáját, de olyan, amiről effektíve senki nem tud, egyszer csak valaki balra néz a kis kukkolójába, és azt mondja, hogy jé, itt van, és mondjuk 1 kilométer átmérőjű. Van ennek reális esélye? Van reális esélye, de az 1 kilométernek már nincs nagyon. Ugye a nagyokat már mind megtaláltuk. Ez a jó, hogy a nagyok azok fényesek, de egy ilyen kisebb, az mindenképpen még váratlanul ránk törhet. Kétségtelen, hogy kell még néhány évtized, hogy teljesen felterítsük ezeket az apróikat. A kisebb az mit jelent? Tehát az egy földi halad? 100 méteres is akár. Tehát az már okozhat galibát, de nagyon pici az esélye. Emberiség történetében még sose volt ilyen, hogy meteorit bárkiben, bármilyen ember életben kárt okozott volna. Úgyhogy ez egy nagyon ritka dolog, a természetnek egy része, mint a vulkánkitörés vagy a földrengés, ezzel együtt kell élni, de nagyon ritka. Még egy földrengésnél is sokkal ritkább statisztika. Mit okozna egy ilyen 100 méteres, ha mondjuk az nem ég bele a légkörbe, hanem becsapódik? Hát itt nem is nagyon, hát legalább egy 1 kilométeres krátert ütne, tehát ez elég nagy galibát tudna már okozni, de nem is az a, igazából a lökéshullám meg a kidobódott anyag sokkal nagyobb területen okozna gondot. Tehát elég nagy területet letarolna egy ilyen jelenség, de nagyon-nagyon pici az esélye, és tulajdonképpen napról napra csökken, mert szinte naponta fedeznek fel újabb és újabb égitesteket. Ez a NASA-nak most egy kiemelt programja. Ha mégis jönne, akkor az megoldás, amit a filmekben szoktuk látni, hogy szétlövik, fölmennek, bombát tesznek rá, ketté robbantják. Ez működhet? Igen, ez a Bruce Willis koszos atléta trikóban, ez a legrosszabb megoldás. Volt ott egy Liv Tyler is. Hát jó, igen, kinek hogy. Ez a legrosszabb megoldás. Egy problémából többet csinálunk, tehát mindenképpen valamiféle eltérítéssel próbálkoznak még mostában. Vannak különböző tervek, ezeken kísérleteznek, és a következő évtizedekben ki is fogják próbálni. Most újabban a NASA nem is a Hold fele törekszik, hanem egy ilyen kicsi égitestre akarnak eljutni, pontosan azért, hogy megvizsgálják, hogy lehet egy ilyen sziklát ide-oda rángatni, kicsit eltéríteni a pályából, miből áll. Úgyhogy nagyon komolyan most erre fókuszálnak, hogy megpróbálják a néha kicsit elvonnak, vagy feleslegesnek tűnő űrkutatást egy ilyen gyakorlati haszonnal megtölteni. Hát vagy még mindig ott van a forró drót Chuck Norrishoz. Igen. Aki visszadobja a napba, akkor elkapja a szájjal, és visszaköpi a napba a kis kövecskét, igen. Még egy ilyen 100 méteres, 100 méteres becsapódik, azt mondod, galibát, ez konkrétan mit jelent? Tehát mondjuk ide a Pénzverdébe megérkezik így a fejünk tetejére. A kerületnek lőttek tulajdonképpen? Hát a kerületnek, nem mondom, hogy a Balatonból is a pénzérméket szedegetnénk a Pénzverdéből, de hát a biztos, hogy a kerületnek annak vége lenne. De épp tegnap találtam egy statisztikát, hogy a föld felszínének kevesebb, mint 1%-án vannak lakott települések még mindig. Tehát 100 ilyen becsapódásból, ami egyébként is ritkák, de még a 100-ból csak egy érne lakott területet. Tehát ez ilyen 1000 vagy 10 000 évente egy következik be potenciálisan. A föld területének 1%-a lakott? A föld területének kevesebb, mint 0,9%. Megnézzük Ázsiát, Afrikát, Dél-Amerikát, meg a víz, ugye? Ugye eleve az óceánok egyből kiestek, sivatagok, Antarktis. Valójában még mindig nagyon kis részét népesítettük be a földnek konkrét településekkel. Mondjuk ez nem vigasztal le azokat, akik bekapnák. Az nem. Srácok, ti benne vagytok, bocsánat, Párizst elvesztettük. Miért nem a 99-ben, Istenem? Figyelj, Krisztián, te értesz a távcsövekhez egyébként? Igen, mondjuk. Gondolom, ha felfedeztél néhány kis bolygót, akkor azért úgy... Nem véletlen. Tehát nem összmen a 8-al nézel így az eget. Szabadszemes észlelés. Nem, még a gyári beállításokkal hozta össze. Igen. Tud zoomolni az iPhone-nal, és akkor felrakod az égre, és egy kicsit van egy program, de létezzen. Egy ideig csak 500 méterről érzékelt őket. Mert van egy rohadt nagy távcsövem, amit egyszer, ha már valaki tényleg elmagyarázhatna nekem, hiszek abban, hogy lesznek nyugodtabb éveim. De hallod akkor, hogy leülsz és vizet kérsz, ha meglátod. Ugye? Nincs nektek. Szerintem te ilyet nem láttál még soha, képeken se, Krisztián, hogy nem ugrasz át egyszer megmutatni, hogy kell kezelni? Bonyolult? Nem, egyáltalán nem bonyolult. Persze, megbeszéljük, és akkor ráirányozzuk egy ilyen földcsúról kis bolygóra, aztán szaladunk, ha rossz fele megy. Ketten kell, hogy megemeljük, egy baromi nagy ilyen állványon áll, és úgy néz ki, mint egy boiler elfordítva. Igen. Tehát tényleg akkor a körülbelül, mint egy boilert felraktak volna egy ilyen állványra, azt így megdöntötték volna nem tudom hány fokba, így az ég felé. Hihetetlenül nagy. Tehát igen. Mutattam a fiúknak fényképeket, így ketten én tudjuk átkarolni. Én azt hittem, hogy ez a Kövér Berta az első világháborúból, aztán mondta, hogy nem az a távcső. Mindenféle fokok vannak a statív részén, amiket állítani kell, illetve van cserélhető
nem is tudom, az a belenéző, annak van egy neve. Jó belenéző, igen, ennek van a bocsán, ennek van egy neve, igen, amely könyvet is kaptam hozzá, azt így nézegettem. Kuker. Igen, azt így lehet rajta cserélni. Abból van háromféle. És, és egy olyan 80 kilós a maga az állványjal, meg mindennel együtt. Tehát így néz ki. Remek, van többféle nagyításod. Megnézheted közelről és távolról ezekkel a cserélhető okulárokkal. Okulár. A nagymamám mondta mindig, hogy Adidas okulárémat, igen, ugye az okulár, igen. De ez már nagynak számít? Tehát ez már egy méretesebb darab? Hát így elmondásra, igen. Ez egy szép darab. Komoly egyébként. Utána tudsz nézni, hogy Hubble 2. Most ha Hubble cserélik, ezt fogják fölküldeni, igen. Még néha názások jönnek hozzám gyakorlatozni a garázsba, hogy csukott szemmel szét tudják-e szerelni. De lehet, hogy rácsörögnék, hogy akkor gyere ki egyszer hozzánk, hogy mutasd meg nekem, mert annyira sajnálom, ott áll, de hát jó lenne használni. Nagyon szívesen, erre én is kíváncsi lettem. Elmondás alapján ez egy nagyon komoly berendezés lehet. Igen, annak tűnik. Néha lemegyek, leporolom. Igen. Na jó van, Krisztián, köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Nagyon szívesen. Köszi, ciao. Hello. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nekem van egy találmányom, amivel én milliárdos leszek szerintem. Tőlem a Facebookon nyúlták le. Most de nekem tényleg van egy találmányom. Tényleg van? Van. Tényleg van. Rájöttem valamire. De akkor ne mondd el, mert legyújják. De ha várjál, most de nem, pont az a lényeg, hogy ezt most bemondom. Igen. Igazolható módon ott lesz egy dátum, hogy 2014 február. Én ezt bemondtam a rádió, hogy ez az én találmányom. De nem védetted le? Hát most jól se levédettem. Jó. Most valaki berohan a szabadalmi hivatal, vagy 8-10-es is levédeti? Igen. Simán lehet. Ah, nem. Elmondja, mi az? Ne, inkább jöjjön helyette egy Avicii. Kitaláltam azt, hogy most kicsit izgulok. Hogy mit fogtok szólni a találmányhoz. Ez egy nagy pillanat. Hát most elmondok egy olyat, amivel hogy más teszek milliárdosra. Ahelyett, hogy rá tudnék ülni a saját számra. Hogy vannak az autók. Vannak. Nagy ötlet. Miért? Ne aragudjatok, kicsit rossz részem magam, melyek elvédettem. Vannak az autók. Ott vannak az autók. Igen, hol? Az utakon. Ja, ott az utakon. Hát most képzel, csukva a szemben. Igen, ott vannak az autók az utakon. Igen, megvan. Tudod, mit csinálnak ezek az autók? Mennek. Így van. Kenéken mennek, gumin, aszfalton. Igen. Aszfalton haladnak. Gumi, aszfalt? Nem, a gumi halad az aszfalton. Igen. Érted? Jó, oké. Okay. Milyen energia van az aszfalton? Milyen energia van az aszfalton? Milyen energia van az aszfalton? Tapadási súrlódási. Az is. Nem kevés nem az kevés. A fajta energia, amit egyébként az autók a súrlódással megtermelnek. Azt a mindenit, de jó ötlet! Mondom a következőt. Kitaláltam egy olyan anyagot, ami még ugye nincs kész, de alapjelvéve kitalálható lenne, össze kéne állni egy fizikussal, kémikussal, amivel te bevonod az aszfaltot, de ezt most tök komolyan mondom, bevonod az aszfaltot mondjuk egy 10 kilométeres szakaszon. Igen. És az a fajta felületi súrlódási energia, amivel forognak a kerekek, igen, azt az anyag, azt önmagába tartja. És úgy termelünk villamos energiát, aha, hogy az anyag a betonon a súrlódás következtében energiát termel. Nem aszfalt? Hát most, nem, az aszfaltot be kell vonni valamivel. De a betont mondtál most. Hagyjál már most, mintem nem. Jó, csak hát pontosítanom kell, már fél óra múlva már el akarom védetni. Veszünk 100 liter ilyen festéket, vagy valamilyen anyagot. Ami kitalálható. Igen. De bevonjuk vele az autópályát, igen, és az autópálya önmagában nem csinál mást, mint hogy a használattal egyébként energiát termel, amit visszavezetünk aztán, nem tudom, különböző városokba, falba, valahova. Ugyanis brutális az a súrlódási energia, ami ott keletkezik azáltal, hogy az autók ugye mennek a betonon. Hát, vagy például nyomják az aszfaltot, érted? Abból is lehet energia. De abból sokkal nehezebben tudsz. Ha ezt a nanotechnológiát... Most már jössz a farvizemre. Ha jó, ez nagyon gyenge, most már ráúszál a farvizemre. Ez a nanotechnológiát tudsz bármi. Nanotechnológiát tudsz, de szépen bevonod az aszfaltot, jönnek az autók, elkezdődik a súrlódás, és valahogy energiát nyersz vele vissza. Ezt senki nem csinálta meg. Beszarás, jó vagyok, nem? Tőlem mit akarok mondani, hogy de hogyha mondjuk a hagyományos eljárással készült autópálya olyan lassan készül, mint most Magyarországon, milyen sokáig fog készülni egy ilyen? Hát itt már csak az anyagot kell kitalálni, hogy mi az, ami magába tudja tartani. Ja, csak azt. Hát most vannak hiányosságok. Jó, miért kell mindenbe belekötni? Akár is csomót keres. Tényleg mindenbe belekötsz. Ezáltal, ha megvan ez az anyag, ami tárolja ezt az energiát, azt valahogy visszavezetett. Maga már a vívő dolog, az megvan, ugye, hát ott vannak ezek a szélmalmok, azok is valahogy energiát csak leviszik. A szélmalmok.
Na most érted, hát azok is összegyűjtik valahogy az energiát, és trafókba átkonvertálják. Hát az viszonylag egyszerűen magyarázható, hogy ott, ott van egy mozgási energia. Na de hát a súrlódásnál is van egy nagyon komoly felületi energia. Yeah, nem? Hát, most megint. Azért akar elbizonytalanítani egyébként, hogy lefűzzél a dologról, hogy ne higgyél a saját ötletet, hát és aztán... Ja? Lebeszéljük, szerintem aztán megcsináljuk, jó? Király vagy, Jani, na, tudtam, hogy érzed. Figyelj! Ugye, hogy... Most a szélmalmokkal egy picit bezavartál, mert odáig tudtam követni. Ennyi. Gyerekek, nem tudom tovább fűzni egyelőre, mert itt meghaladja a képességeimet. Tulajdonképpen erről szól az én találmányom. De levédettem, senki ne álmodozzon arról, hogy ebből milliárdos lesz, mert ebből valaki milliárdos lesz, azért leszek. Nektek van találmányatok? Tudtok utánam jönni? Hm? Hát én például arra, most, hogy bedobta ezt a szélmalmos dolgot, vannak ezek a szélmalmok, amik ugye az országút szélén állnak, és akkor elektromos energiát termelnek. Aha. Lehetne pluszba például mozgási energiát is termelni azzal, hogyha az alsó pontján belekapaszkodok a lapátba, és a felső pontján elengedem. És egy ilyen csúszniszerű kilövéssel. Igen, viszonylag nagy távolságokat tudnék vele áthidalni. Tehát gyorsabban odaérnék a Szántóföld másik végére, ahol áll. Szélmalomra, mint Tarzan. No. Most jönnek az olyan SMS-ek, akik ezt már Dél-Koreában használják, meg 30 éve ezen a technológián dolgoznak. Ki dolgozik ezen? Hol van ez dokumentálva? Ki talált ezt? Ki? Mi? Fáj. De mondjuk elkérdezték két percet, hogy ellopták. Hihetetlenek ezek a japok. 30 éves múltja van kint. Hihetetlenek ezek a japok, hogy úgy nyúlják le, hogy azt hazudják, behamisítják a 30 éves múltat. Mutassatok egy olyan helyet, ahol ez létezik. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Most azt lehet mondani, hogy mi már ezen kísérletezünk. Persze, nyilván. Sokan kísérletezhetnek. Találtál lomtolyatáskor egy 82-es Interfest magazint valahol? Na jó, jó, majd ha megjövök a Bugatti Veyronommal, és azt mondom, hogy gyerekek, az M7-es már termeli az energiát Bali házában, meg nem tudom, akkor Gyerekek, az a találmány nem jött be, de az RTL még mindig jól. A találmányomat leúzták a kukámat, de gyere azért, nézd meg az új autómat, hallod? Beszarás, jól néz ki. Nézd mi a vigasztaló magam? Nézd, elhasonlítottak a találmányon. Nézd mi a fájdalomdíjam? Ez az autó, ami nem termel energiát. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Mi már kint, de hogy miért, az nem sokára kiderül, még nem tudom, mert háttalálok mindennek. És most megfordulhatsz, kérlek szépen. Azt a mindenségi neki! Aj, de menő! Hát nem mondjátok, hogy igaz? Nem menő! Elintéztük! Hát, gyerekek, ebben a pillanatban egy gyönyörű szép három kerekű robogó gurult ide be. Olasz! Mert a robogó nem egyedül jött. Három. Gyerekek, az én nevem Valentino Balazzo, úgyhogy, úgyhogy ezzel nem lesz baj. Ugye a héten beszéltünk arról, hogy kacérkodom a gondolattal, hogy milyen jó lenne egyszer egy háromkerekűt kipróbálni, illetve forgalomban menni. A motorosok azóta is ezzel röhögnek, hogy háromkerekű, de hülye vagyok, vannak a cégnél motorosok. Viszont hallottam erről jót is. Hogy ez mi jó. Volt az? Mi volt az, ami jó? Hát igen, az olaszok körülbelül egy ilyen 4 évvel ezelőtt jöttek ki ezzel a háromkerekű koncepcióval. Azok az ügyfelek, akik ráültek erre, azok nem váltanak vissza két kerékre. Tehát egy olyan plusz biztonságot ad, például egy villamos innen tök könnyedén át tudsz menni egy ilyen három kerék. Most ez az igazi motorosoknál nem ilyen, nézd a hülyét, három keréke, a marha, fél a kettőn megy a hárommal. Én legalábbis minden motoros ismerősömtől ezt hallottam, hogy Bali nehogy. Tehát, hogy Bali csak ezt ne. Tehát akkor inkább ne motoroz, vagy motoroz rendesen, de ezt ne csináld. Ez nem ilyen papperes rá, kicsit? Ha mondjuk egy kendővel fölültetnélek rá, akkor nem tudnád megmondani, hogy ez egy kétkerekű vagy egy háromkerekű robogóról beszélünk, mert teljesen úgy működik, mint egy kétkerekű. Annyi, hogy egy picit orrnehéz, mivel azért van benne egy 20 futó. Ezt az érzést ismerem, így élek 30 évesen. Szinte fejnehezen, úgyhogy ezzel nagy baj nincsen. Uh-huh. Mondjuk én ezt a kendős dolgot kipróbálnám, elég sok céges autó parkol itt. Na figyelj, hát az nem azért figyelj. Van itt, hogy te áldogáljál mellette. Nyerekbe születtem. Aha. Egyébként egy társunkó szapa vagyok, érted? Rendkívül jól dizájnolt kis gépről van szó, és van az elején egy nagyon magas plexi lap is, ami mögött már bátran mosolyoghatsz majd reggelenként, nem kell félned a bemuslincásodástól. Sosem magamtól félek, hanem attól, hogy valami 70 éves papper elnéz egy jobbkezest egy Suzuki-val. Tudod, ezt én sűrű mondom, de a motorosokat az esetek 90%-ában idősebb emberek ütik el azért, mert elnéznek egy kereszteződést. Hát lassan menjél bele a jobbos kereszteződésbe, ennyi, állj meg te, engedd el a részét, a pappert, aztán mehetsz tovább. Ki a legnagyobb beszél? Nem így van, hogy sokszor, ha én látok egy motorost feküdni a villamos sínen, akkor ott egy idősebb bácsi fogja a fejét, hogy jaj, bocsánat. Általában ez történik.
két dolog van. Egy, azért általában a robogósok, motorosok is hibásak. Tehát nagyon sokszor az van, hogy fölülnek egy GSX-re, és csak húzzák a szarvát neki. Nyilván egy autós nem tudja felfogni, hogy az a motoros mondjuk 130-al közelít felé egy városban. Nyilván a robogósok olyan holtérben közlekednek, amit az autós nem néz bele, nem számítanak rá még a magyar autós társadalom arra, hogy valaki, mert teljesen más egy olasz környezetben, ott tudják azt, hogy bárhonnan jöhet egy robogós, és ezért odafigyelnek rá. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy azért egy balesetnél mind a kettő fél hibás. Nagyon sokszor a robogós az, aki azért benne van, és a rudas. De én mondjuk több mint 15 éve robogózom, és hál' Istennek sikerült elkerülnem minden ilyen komolyabb balesetet. Tehát, hogyha mindig a legrosszabbra számítasz, és betartasz azokat a bizonyos alapszabályokat, például állósort ne előzzünk mondjuk 30-nál többet, ne kanyarodjunk, tehát azért 130-at könnyedén tudunk mi a városban robogni, bármilyen szörnyen hang. Ezzel is? Ezzel is természetesen. Hopszi, hopszi. Hello, hello. De ez olasz, az nem baj? Vagy... Nem baj. Nem, tehát nem, csak esőben nevik. Rohadjál meg, de én vagyok a hülye, elítézem neked az álmot, te meg belém rúgsz, te aljas. De azért kérdezem, a japán lenne, érted? Na, de hogyha odafigyelsz az idősebbekre, akik mi autónkkal járnak, illetve hát a ti környéketeken, ugye a szőke bögrékre, akik egy nappal korábban kapták meg az Aventadornak a kulcsát, nem nőttek fel a feladathoz, akkor nem lehet baj. Hát nem, igen. Az a robogónál legtöbbször nem magunktól kell félni. Bár van egy-két hülye robogós, azért van, azt is tegyük hozzá. De én ezt mondtam az előbb, tehát, hogy azért nyilván az idősebb papák nem tudnak számítani ránk, és ezért pláne jobban kell figyelni. Van nagyon jó ilyen motoros tréningek, ahol nagyon sok jó dolgokat elmondanak. Tehát például a legveszélyesebb autó a fehér furgon. Mert az komolyan, igen, mert a cégek a legügyetlenebb embereknek azt veszik, mert az a legolcsóbb, abból lehet legnehezebben kilátni, tehát ez mindig egy extra veszélyforrás. Tehát a fehér furgonnal majd vigyázzál. Igen. Egy fogorom cáfolná. Erre most azért néhányan érzékenyen felsóhajtottak. Mennyi idő, míg az ember letesz egy motoros jogsítot? Ugyanannyi, mint egy autós? Tudok, olcsó. Vagy például a Crestot már nem kell csinálni, nem? De kell Crest. Újra Crest kell csinálni? Igen, újra kell Crest. Engedem. Van elmélet, gyakorlat. Egyébként van most egy ilyen B-különbözeti jogosítvány, ami 125 köbcentig jó. Ezt viszonylag ilyen egy-két hónapon belül le lehet tenni. És utána vannak ezek az úgymond A-korlátozott jogsik, amik kell szinte bármilyen robogót vezethetsz már, tehát egy 4-500-as köbcentit is. Uh-huh. Az hogy durván egy ilyen 2-3 hónap. Az a probléma a tudomásom szerint, mert mi nagyon nem vizsgáztatunk így, de hogy nagyon nagy a várólista. Tehát mi most nagyon a társadalom... Mi vagyok én, egy szervát ültetett? Hát egyszerűen csak motorozni akarok. mire kell várni? Ennyien akarnak jogsit csinálni? Ennyien akarnak jogsit csinálni. Valamikor egy 4-5 hónapig is elhúzódik egy ilyen. Viszont akkor megint a segítségükkel kell hívnom egy adakészpénzt, hogy... Ezt a dolgot meggyorsítsuk egy kicsit. Ha a próbaköröd, mondjuk itt a Nagykörösén végig zajlik, majd egészen a Csérig, visszafelé már lehet, hogy jobb. Igen, tudok olyan ajánlatot tenni. Jöjjenek csak közelem. Ezzel el is lehet vinni valakit, ez két személyes, ugye? Jani, te jössz. Janikám, akkor együtt. Nem várjuk meg Remcsák Zsuzsa. együtt indulunk el. Na, mit kell tudni a járgerő? Ez lábfékes, vagy automata, vagy ezen váltani kell? Vagy egyébként most ráhibáztál egy dologra. Bocsánat, hogy picit, mert ez is értek, nem haragszatok. Nyugat-Európában ez egy motor. Van az MP3-nak egy lábfékes változata, és azért azt egyébként B-soksival lehet vezetni. Tehát Franciaországban, ahol szinte minden harmadik robogó ilyen MP3, ott nagyon dívik meg a Németországban a lábfékes, mert nem kell akkor letenni a motoros jogosítványt, hanem egy autós jogsival tudják vezetni. Most itt Magyarországon ennek folyamatban van, hogy megadják erre az engedélyt, erre a lábfékes verzióra. Basszus, akkor... ezért volt olyan csalódott a Virág Karácsony, amikor mert egy zene lejátszott vettem neki, de erre gondoltam. Amikor azt mondta, hogy MP3-at akarok. Áltott, nem értette, fogta. Ez pater, erre gondoltam. Na, tehát akkor ez ugyanúgy megy, tehát tulajdonképpen a lábnál van a váltó, lefele az egyes, fölfele a többi, vagy az automata? A robogó az fokozatmentes automata. Aha. Tehát ez nem vált, tehát nincs olyan, hogy hú, az egyesből nem vált föl jól a kettesbe. Itt egy variátor van elől, egy kuplunk hátul, és egy szék köti össze a kettőt. Egy variátor ott van elől. Hallod? Abban már nagy baj nem lehet. Számíthatunk-e arra esetleg, hogy nem tudom, tolni kell, vagy valami, hát vannak arra, azért... hogy elperecelsz, arra számíthatunk, és ki kell fizess. Vannak tapasztalatok azért az olasz gyártmányok terén, tehát hogy mit tudom bár, én, hogy... Bármilyen robogóval előfordulhat, hogy valamiért megáll.
Sajnos, ami azért a hazánkba érkezik kintről használt robogó, azok a kettő dolog a jellemző. Vagy az, hogy mert Olaszországból hozzák, ahol azért a robogónak a hazája, és ott azért 40-50-60 ezer kilométereket tesznek bele. A magyar mentalitás... És aztán visszapörgetik, és eladják Magyarországra. Igen. 10 000 kilométeresként, és akkor ezért szidják az olaszt, hogy hú, milyen szar, de közben, hogyha tényleg tudná az ember, hogy ebben ennyi kilométer van, akkor azért másképp állnának. Persze, hát ez nálunk is csak egy játék inkább, meg hát néha a Ferinek a szomorú valóság. Aha. Hát az a baj, hogy erről már nagyon sokat beszélgettünk, hogy na, kinek volt szerézve a kocsija. Benne, de már az is rossz. De az a lehajtója. Ja. Janikám, nyerek be, elviszlek az első körömre, jó? Robogozni egyébként nyugodj meg, sokat robogoztam, amikor külföldre megyünk a barátaimmal, mindig robogót bérlünk, Korfun, mi vagyunk a robogózás ördögei. Én azért azt mondanám, hogy először egyedül menjél. Igen? Én is azt mondanám, mert a Balázs neki ismeri, én pedig elég régen ismerem, tudja, hogy egy született piáros, tehát mindent tudja belőle, mint ha 100 éve csinálná. Tehát felőlem nyugodtan átadom. Na, de, hogy azért ne kellemetlen élményed. Nem, abszolút. Kaszkó, kötelező van rajta? Nincs semmi rajta. Jó. Nincs rajta rendszám se, úgyhogy forgalom. De azt mondtad, hogy kell sem mindent el tudsz intézni. Kukos is, akkor nem látszik, hogy ki vagy, tudod, hogy van ez. Na. Arra indulj, ott van egy meredek lejtő, ott begyújt. Igen. Tehát volt azért már jött ilyen nagy motoros is tesztelni, hogy hú, hát ő tud motorozni, és akkor átesett az MP3-val, mint a ház. Jó, de szép lesz. A lényeg az, hogy ugyanúgy kell vele bánni, mint egy sima robogóval. Uh-huh. Tehát nem kvados élmény nyújt, nem kell ellenkező oldalon kidőlni. Egy dologgal kell egy kicsit számolni, hogy picit ornehéz. Ez a fixáló rendszer, amivel én most például, hogy így áll a motor, ezt azt mondom, hogy egy ilyen negyed óra gyakorlás után tudod majd használni. De akkor az benne a pláne, hogy nem kell letenned a lábadat. Tehát úgy tudsz a városba közlekedni, hogy nem teszed le a lábadat. Ez főleg akkor jó, amikor egy kicsit hidegebb van, és van rajtad egy ilyen tukánó, úgy mondom, ami... Egy jó tukánó. Hát ne vicce. Egy tukánó van otthon, ketrezben tartjuk, és nagyon szereti a madár eleden. Igen? Tehát a lényeg az, hogy amikor elindított, tehát van benne elég sok eléggé kompjúterizált ez a gép, mert... Itt azért nem mindegy, ha például leszállok róla, igen, és reméljük működik, és így akarsz gázt húzni, akkor nem történik semmi. Megőrülök. Okos olasz, látod? Hallott, tesó? Nézed ezt, tesó? Hát a pruding próbálja az evés, az én ráülnék, azt megnézném, hogy úgy is történik valami, vagy semmi. Mi van, ahogy se érted, ravaszak. Rá, ahogy ráülsz, igen? És ahogy a fordulatszám 2000 fölé megy, egyből kiold. Aha. Kioldott. Igen. Igen. Tehát ennek az a lényege, hogy... Ez még nem a motorról, csak a Feri eresztette egy laposat. Kioldott. Jó? Aha. És amikor villog az a sárga lámpa, akkor tudod úgymond befixálni. Azt hittem tankolják, azt jelzi. Nem. De sürgős. Rohadt nagy a baj. Igen? Az mi az a fixálás? Bocsánat, végezzük. Az, hogy nem dől el a jármű. Ja, hogy nem dől el. Így, ahogy most látod, fönn van mind a két lábam, és a motor se dől el. De sokan azt hiszik ebben a kapcsolatban, hogy ezzel a motorral nem lehet elesni. Ugyanakkor ezt rögtön be fogom neked bizonyítani, hogy ez egy abszolút téveszmény, nézd meg, a sorompói köves a tekinteteddel, ott már látni fogod, hogy milyen vertikális fokot veszek majd fel a motorral, el lehet esni vele, hidd el. Igen, azért mondom, hogy egy pici gáz húzol, és kiold a jármű, akkor meg tudod érezni a jármű súlyát. Bármilyen szögben le tudod fixálni, akár elfektetve is. És akkor csak körbe. És hogy fixálom? Bocsánat, még egyszer. Ezzel a gombbal fixálod. Aha. De csak akkor tudod fixálni, ha 2000 alatt van a fordulat, vagy 5-nél lassabban megy a jármű. Aha. Világos. Mint a nap. Mondd vissza. Bajba lennék. Igen? Megyek vele egy próbakört, jó? Arra figyelj majd, hogy... Ilyen... Hát te már mentél vele, ne te menjél. Dehogy nem, mert azért mutasd meg. Gyorsan egy kört. De csak itt így egy ilyen hírt, hogy milyen a legkisebb ívol meg tud fordulni. Aha. Nagy gáz, kioldom, nézd meg. Hopp! Hallod? Megfordul egészen rövid íven. Aha. De vicces, nem a két kerek elől. Érdekes, mert a két kerek az máshogy működik, mint az egykerekes robogóknál, tehát be tud így dőlni valahogy tulajdonképpen. Ha mindjárt kapsz egy mikrofont is. Igen. Épp az a lényeg, hogy mind a két kerék dől egymással párhuzamosan, és egymástól így függőleges helyzetben is el tudnak mozdulni, tehát akár egy járdára is föl tudsz állni. De az tudatos, hogy elmozdul, vagy... Az persze, jó, tudatos, azért. Mert így működik. Fél év után meg már követhetetlenül minden ilyen. Jó, nagyon, nagyon szép. Egyébként gyönyörű a járgány, szép. Szóval azt nézem, hogy most bármit mondjanak azok, akik régóta motoroznak két kerékkel, ez a három kerekű, ez pofás. Nem? Az olaszok értenek a dizájnhoz, az biztos. Érted, hogy elkezdtem kicsit nyaleroskodni a 10%-ért. Ráéreztél, hogy váltottam, megvan a váltás. Nézd, Jani, hallod? Hát ez egy pofás kis dög. Nagyon rossz. Na jó, megnézzük, vagy jó? Persze, gyerünk! Meddig tudok elmenni, Gyula? Sorompótól. De melyik autó, Gyula? 400 áll az udvarban. Menő?
Menő, nem? Igen. Oh, aha, kioldott, tesó, kioldott. Egy te Maris, te. Laci, légy szíves, álljál előle, nagyobb baj. Várjál. Nem, a gyerekek, hát a robogozás a születtem. A kis 946-ot ne toljam el az útból? Nem, túl nem jó megy, figyelj, nem ez az első neki. Figyelj, aha. Hogyha nagyon messzire jössz, akkor jelzek neked a hátadon egy ikersejt téglával. Hol forduljak meg? Ahol akarok? Jó. Aha. Na, srácok, figyeljetek. Aha, gyönyörű, aha. Elindult. Jó vagy. Kicsit izgulok, mert nem tudok megállni. Melyik a fék a jobb? Vigyázz, biztosítva van a farmerok? Várj, itt vannak a főnökeink, ne üssük el őket. Bocsánat. Nagy kör, robogozni tanulok. Jó, hogy letette az egyik lábát. Hát még tanul. Gyerekek, nem rossz. És akkor most kéne, hogy... Na, óvatosan csak. Lassítsál, és nyomd meg a kis gombot ott. Fordulj vissza a kipufogóért. Fixált? Várj, nem fixált. Aha. Most fixált. Aha. És befixálta részt, föl tudom tenni a lábam. Na még egy kör, ez semmi nem volt. Jó, ebben a korban már jó, és utána még... viszed a Janit, azt tudod. Jó, fölül, gyere, üj föl. Most még nem merem. Jó, akkor jövök még minek. És úgy nem tudsz vele menni, hogy végig fix? Nem, nem, akkor át tudsz vele esni, mint a ház. Az nem lehet tényleg, hogy végig fixen megyek? Nem, nem, nem. Mert pedig nem. Már fixáltam. Ne. Aha, jó van, te vagy az első, aki ezt megcsinálta. Kicsit a fordulásod még bizonytalan. Aha. Na? Na, most fog elütni minket. Ne, ahogy ott a gyerekek, a véremben van a motorozás. Az, az, az ott. Most fixált, fixált. Már fixáljam. Befixáltam. De miért kell fixálni? De leteszem a lábam, hát akkor megtartom súlyból is. Hát nem? Hát jó, de ez benne a plánet, tehát ezért fizetsz azért másfélszer annyit, mint egy sima robogónál. Hát ezt majd még átbeszéljük az utolsó mondatodat, majd erre még egyszer visszatérünk. Évtizedek óta ezt csinálják, ezt fejlesztik, ebben specialisták, és te már forradalmasítod a dolgot. Na, ugorjál már föl, Jani, nézd. Na, gyere, tesó, gyere egy kört, jó? Hivatalosan lehet vele két személlyel menni? Természetesen. Igen? Igen, igen. Ha van rajta rendszám, meg sisak rajtuk, akkor... Ölej át, ahogy Dumbát ölelte Dumbert, amikor eszpenbe mentek. Igen, van nálad tartani kesztyű. Vicce, ez hegyvidék. Figyelj, csak itt tudsz kapaszkodni, úgy. Ó, de menő. Há, persze, olasz, hogy ne lenne menő. Kioldottam? Ahogy gázt húzol, kiold, úgyhogy. Mi ez a pizzaszag? Aha, most kioldott, most kioldott. Na kérem, szépen akkor két ember. Szoríts már rám a comboddal, érezni akarom a kontaktot. Na, mehetünk? Kicsit nyom a pisztolytásked. Így van. És figyelj, most még csak egy berette, de később Magnum lesz. Uha, majdnem elvittük a Veszpát. Ha, észrel. Oda nézd. Aha. Nagyon aha. Jó. Nyugi, én is félek. Ja. Menjék ki oldalt egy kicsit. Az most. Érzem a félelmet. Így van. Még azért a forduló nem annyira flott. Húzzál rá egy nagy kövére. Jaj, kicsit pesztós lett a gatyám. Azaz, tekerjél neki, ne állj meg. Jaj, jó, hát menjél. Jaj, jó, persze. Az a jó, hogy elég alacsonyan támasztja alá a gerincemet. Igen, jön aha. A forduló, ez egy érzékeny rész. Benzin ki van fizetve, tekerd meg. Igen, de várjál, a fordulóban nem érzem még annyira a döntés. Igen. Igen. Hirtelen ne adjál gázt, mert el kell mennem Csontkovácshoz. Figyelj, van érzékem hozzá. Aha. Figyelj, és most úgy fogom fixálni, hogy megsálok. Figyelj. Fixáltam. És most azt történt, amit mondtam. És fixáltam. Fixáltam? Fixáltad, de letetted a lábad. Hát jó, letettem a lábam. Kicsit csaltam. Hát gyerekek. Szerintem már ne vigyedek vissza. Nem haragszotok, hogy ez is megy. Hát nem. Mi erre titkon számítottunk, de hogy próbáld ki az élmény mégis. A forduló azért abban még van hova fejlődni. De egyébként nagyon jó. Leszálltok, nem? Az menő, hogy nem kell kiakasztani, leakasztani, tehát lefixál úgy, hogy lepattansz róla, igen. Mindig robogoztunk nyáron, mindig kiakasztod, fölhúzod, visszahajtod. Észrevetétek a tulajt, szaladtak. nagyon klassz kis jármű. Hát nagyon szépen köszönöm. Igazából. Nagyon szívesen, igazából nincs jó, száma megvan, tudjuk. Persze tudunk mindent, amit szeretnél. Jó, nagyon szépen köszönjük. Nagy élmény. Áros, ezt egyébként neked kéne ezt elkezdeni. Először ezt, és utána a vezetést. Jó pofa, igen. Hát igen, csak én tudod, én japán párti vagyok. Hát van ebből olyan is, akkor vegyél azt. Na jó, de a pizzát is szeretem, csak azt. Persze. Is, ez mi ez itt akar? Hogyha felemelem, mi van? Az egy kézifék, hogy ne guruljon el a jármű. Ja, értem. De mi, hogy tud ilyenkor elgurulni? Azt hittem, hogy akkor szabadulnak el a mókusok. Így. Aha. Hoppá! Figyelj, és úgy gurul, hogy be van fixálva, tehát nem kell semmilyen támasztó, hanem megtartja a két kerék. Egyszerűen lehúzod, és az a kézi fél. Igen. Aha. Öcsém. Tesó, hol tart a technika, nem? Hihetetlen. Vámulatos. Na jó. Na azért erre nézzél még rá, mert ez egy egyedik. Hát jó, hát ez egy gyönyörű. Ez egy gyönyörű. Na, ez egy gyönyörű. Hát ennek stílusa van. Tehát az olaszoknál például azt szeretem, hogy aki ezen ül, az kis zakóban ül, szép nadrág, szép cipő, kis csajok kosztümben. Igen, amíg el nem hozzák a szalomban, aztán két perc múlva a Via Ferrata elnyomja őket jobbról. Nem, hát ezelőtt fejet kell hajtani, gyönyörű. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai.
Egy újabb kutatás, ami egyébként egy magyar kutatás, méghozzá arról szól, hogy a párok szexuális élete hogy változik meg a gyerekvállalás után. Uh-huh. És hogy nagyon sok minden derül ki ebből a kutatásból, a párok 60%-ának konkrétan tönkre megy az élete, mert hogy nem tud lopott órákat találni magának, vagy a nő kívánja kevesebbet, vagy a férfi kívánja kevesebbet. Ja, lopott órákat, na most nem állt össze. Hát, lopott órákat. Nálad lopott perceket. Lopott igen. Kinél valami nyomozó? Kinél lopott óra, kinél lopott percek, ugye, találni. És hogy nem működik a magyar emberek szexuális élete, végeztek egy kutatást erről, ami bebizonyított, hogy 60%-ában nem tudnak már a gyerekek miatt ugye ellopni apró pici kis másodperceket, perceket, órákat arról, hogy, vagy annak reményében, hogy esetleg együtt tudjanak lenni. Ugye? Ez egy érdekes. Erre fogják, hogy már nincs szex. Na most ez kifogás, vagy ez valójában így van? Ez kifogás inkább? Ez kifogás, ellustulsz, már nem érdekel az otthoni dolog. Szerintem és akkor a gyerekre rá, fogod, hogy a gyerek miatt nem egy álmos vagy, rágám. Fölébred rá. Uh-huh. Felébred a gyerek. Iskolában van. Ja! Akkor a másik, még csak egy van. Hogy hívjuk ezt bulvárosan, hogy ne legyen nagyon szexközpontú? Figi-figi, így hívjuk. Jó, az figi-figi jó. Ezt te szereted, ezt te honosítottad meg. Már iskolában vannak, hát már lehet. Persze, ennyi, 8-21 van már, érted? Már gyűrik az első órát, nincsen. Ha nulladik korájuk van, akkor magukra vessenek. Meg bocsánat, most szex szóval mi baj van? Simi-simi, kefi-kefi. A szex szóval mi a baj? Szex, mondom meg, szex. Kérem? Szex. Nincs ezzel semmiben, lehet így is mondani. Mi van, be akarsz pasizni? Mi ez a bugó erotikus? Mi ez a bugó erotikus? Hát csak, hogy fölháborodunk, ezért nincs, ezért áll így a magyar szex, mert beszélni se lehet róla. Pénis. Hát jó, na jó, most hát majd ott ülnek aztán az NMHH-nál, aztán de majd bocsánat, jön a csekk, akkor te meg majd eljátszott, hogy kedve, a Bali megy be az értekezletre. Bocsánat, nem a Feri megy be, a Bali megy be, a Bali elé leteszik a csekket, a Balika meg aztán befizeti a csekket. Szóljál, beszállok. Punci. Na ez a rossz, nem. Vagina. Vagina. Az oké, okay. Mert orvosi, a pénisz orvosi, tehát ezekről lehet beszélni egy rádiósorban 8 óra után. Ennyi, hát ez ha ezen most valaki háborog, ezen a három szón. Most ha ezen én egy büdös fillért nem fogok belefizetni, mert én nem mondtam semmit. Nyugi, nem a te cégedet keresjük meg. Ugye. Na mindegy, szóval, hogy mi van akkor most ezzel? Hogy van? Hogy a magyarok akkor most a gyerekre fogják, hogy nézd, rossz a szexuális életük, ugye? Így van. Erről szól a hír. Csak alibi a gyerek, hogyha valójában nem akarnak kefi-kefizni. Na most már kezded átlépni. Kefi? Jó, kutassunk akkor egy kicsit, jó? Hogy, hát sebreges a saját házasztája. Nem a ti magánéletetekben, hanem hogy ilyen ellopási praktikákra lennék kíváncsi, hogy ki hogy oldja meg, mondjuk azon pároknál, ahol még van erre igény. Ugye? Mert hát ahol nincs igény, azon nem tudunk segíteni, arról most ne írjon SMS, hogy 3 éve a párja hozzá se nyújt, azt nem tudjuk megoldani. Viszont nyilván nagyon sok pár tud különböző apró kis praktikát arra, hogy milyen sorozatot kell berakni a gyereknek, mivel lehet a gyereket lekötni úgy, hogy 10 percig el lehessen vonulni a hálószobába, tehát milyen apró praktikák vannak. Mondjuk azoknál, akiknél gyerek van. Hát akiknél nincs, ők még ugye ezt nem érzik ennek a dolognak az árnyoldalát, ők még szabadon, mint a nyulak. Nem majd, ha jön a gyerek. Az egy másik. Majd rájönnek. Kell ez egy másik. Gyakorlatilag, hogy csak 3 különböző életszakaszt vegyek orcső alá, azt mondja, hogy teletabi, hupikék, törpikép, törpikék és én kicsi póni. Uh-huh. Most már kb. Ez a három. Most az én kicsi pónim? Persze. De közben te is mondogatod állószóval, hogy én kicsi póni. Én kicsi póni. Én nézem az én kicsi pónimat. Nem, én is megnézem addig az én kicsi pónimat. Gyere, én kicsi póni. Nyergelj fel, most én téged. Júli, ti hogy loptok? Vágta. Hogy loptok pillanatot? Mi fürdés közben. Már hogy ők fürdenek? Ők fürdenek. Tényleg? Igen, beborítom a teljes eszcájgot, mert azt nagyon szeretik menők. Merőkan alatt, kis tálat, nagy tálat. Eszcájga, nagymamám hívta, hogy mindig az evőeszköz. Hozd az eszcájga. Ott van a stelázsin. A barátnőmnél viszont nagyon érdekes, mert nálunk a Pingu volt a kence-panca mese. Azok nagyon pingu? Rövidek. Pingu. Rövid a Pingu. Az nekem nincs. Egy idióta pingvin, aki mindig mindent elszúr. Tényleg? Ú, de jó, erre még a Benny nem fűzett rá, úgyhogy hosszú részek, mert akkor kell. Hát mennyi?
10 perc. Igen, mint egy Bogyó és Babucca. Bázna az rövidebb. És ők a pingu közben? Pingut betették, ment a pingu, gyerek ült át a szája, előbb pedig akkor elvonultak, kicsit becsukták az ajtót, de akkor a gyerek még akkora volt, hogy nem tűnt nagyon fel neki. De nálunk most már ugye az a baj, hogy betesszük az S-szájkot. A kádba? Igen. És közben felszállunk az emeletre, és azt hallgatjuk, Ánya! Megint figyisztek! Ánya, gyere lecsapott! Úgy elég nehéz. Mióta vagytok együtt? 10 éve. Még gyerekek, 10 éve, még bedobod a gyereket, és még fölrohalsz az emeletre egy kis pinguira, hát azért abban van tűz. Hát, nem? Ezt mi se csináljuk, mondjuk földszintes a kedve. talán ezért. 10 éve nem voltam az emeleten. Ne legyünk álszatok, tehát én amikor lerakom a gyerekeket, én sokszor elalszom velük együtt, tehát lejövök, kócos vagyok pizsamában, tehát olyankor már csak így ülünk egymással szemben, tehát itt túl sok minden nem nagyon tudunk. De nem mondod neki, hogy csinálja, amit akarsz, én alszom, majd mesél, de holnap. Igen, jó volt te nekem is. Csak ne legyél durva, hogy ne ébredjek föl. Na, kedvedér, itt van egy derékszög. A legalábbis az én férjemen pontosan lehet tudni, mikor van az a tűrés határ, amikor már közbe kell lépni, mert hogy elönti az agyát a minden. Tehát és akkor minden rossz. Olyankor már minden baj, igen, és akkor pontosan tudom, hogy most már nem az a baj, hogy későn értünk haza, vagy hogy nyűgös, vagy nem kapott időben vacsorát, vagy bármi, hanem ott már akkor már cselekedni kell. Tehát ott már nincsen appelláta, olyankor már nincsen behalszom. És akkor megrázod behalszom. Magad. Igen, olyan már nincsen, hogy behalszom. Hiszen mégiscsak eltelt egy fél év. Hanem akkor kikelek a gyerekek mellől, felveszem a kis tudikát, vagy akármit, és akkor lelippenek. De miért gondolt, hogy pizsamában nem kíván téged a férjed? A Mirónak nincsen olyan idegállapot, amikor ő neki ne jönne össze. Na, hát erről beszélek. Én egy nagyon szerencsés kívül. Csak akkor félfüllel ott hallgatod, hogy játszik-e még az S-cájgal, félfüllel bent a szobában. Igen. Uh-huh. Igen. És nem jön neki a kádból? Mert a Benének simán kimászik már a kádból. Bemegy, kimegy, kiszed valamit, nem, beviszi azt tudjuk, szőnyeget. Ha kapnak néhány fakanalat, meg vödröt, meg ilyesmit, az nekik pont az a 10-15 perc, amíg az nagyon leköti őket. Tehát arra a 10-15 percről nem jönnek ki a kádból. És, de hát ezt már múltkor beszéltük, hogy ugye gyakran 3 perc is elég. Tehát, hogy az a 15 perc, az egy ilyen eszencia. Meg víz nem kell bele, csak jó beszappanozni az oldalát. Akkor már nem tudnak kijönni. Csúszkáznak kicsit, hogy kaparja a falat, igen, átcsúszik a másik oldalra. Hát de miért, ez pervers? Tessék? Ez pervers? Hogy berakod a gyereket a kádba? Hát igen, és közben ő lent néha sivakodik. Dehogy is. Miért nem, az összes többi az igen, de ez nem. Néha már ilyen túlélő túrának érzem azt tényleg, tehát hogy valahogy megpróbáljuk meglopni azt a kevéske időt, és hát ilyen ez. Túlélő túra? Még van bozót is? Kimegyünk a súfni mellé. De hát ha máshogy nem jön össze, akkor néha igen. Na, mikor alszanak el a gyerekeid? Este? Olyan este 9 óra felett. És akkor te már kész vagy 9. Akkor az ember elfárad, nem? Néha, persze. Nem az a baj, elalszik azért, de várj, tehát mi nem úgy altatunk, ahogy ti, hogy én úgy tudom, hogy ti lerakjátok a gyereket, és az alszik. Persze, rá, hogy dobjuk a kézigránátot, hogy bezárjuk az ajtót, akármi a gyerek jönne még ki az ágyból, csak záróan az ajtó. És sötét van a szobában, nem találja a kiáratot, úgy érted? Úgy könnyű az altatás. Alvi van, zicc, kettőre a kulcsot. Lámpa, Leo, ennyi. Nem van egy hűtőszekrény náluk, ha éhes, akkor eszik. Szúrtam el 6 évvel ezelőtt, amikor annyira kimerült voltam már, hogy bevettem az ágyba, és azóta a Milán igényli azt, hogy ott aludjak el mellette. Nagy hiba. Beengedni a közös ágyba, az bizony nagy hiba. Ezért jöttélek, hogy a kulcsra zárhat a gyerekszobának az ajtaja. És akkor az ajtós csodálkozik rajta, hogy és lesz még egy 4 pontos hevedelzár is, jó, de az erre a szobán. Csak kívülről nyitható. Igen. Azt írja egy hallgató, az én szüleim egy zacskó dunakavicsot szórtak ki az udvarra, mire összeszedtem, végeztek. Kisfiam, jó szórakozás. Én annyira emlékszem, kislány vagyok, kislány voltam, és ez nekem egyébként egy ilyen trauma. Na, rájuk nyitottál? Nem, de pontosan tudtam, hogy mikor vannak együtt. Mert hogy behajtották az ajtót. És egyébként meg nem. És anyád ordított, mint a sakál, vagy nem, mi van? Nem, sőt volt, hanem, hogy emlékszem, hogy megszólalt valami a zenemre, föltettek valami. Apád makogó élvezett? Annyira tudtam, és rohadtul zavart, és emlékszem, hogy egyszer kimentem tüntetni az előszobába. Azt milyen, azt tudod, hogy milyen lemez volt? Nem! Hát ha akkor mindig megvállod, igen. Nem egy 100 volt Celsius. Na mindegy, anyámék azok behajtották az ajtót. Hát jobb lett volna, mint egy nyitott ajtóval csinálják. Nézzük a jó oldalát, nem? De lehet, hogy akkor egyáltalán nem tűnt volna föl, hanem abban a pillanatban elalszom. De úgy ment a tégében, hogy a behajtott ajtó legyen. Igen, és akkor így csendben úgy becsukódott.
Micsoda fertő. Mi a párommal mindig elmegyünk spenótot főzni, a gyerekeknek ezt mondjuk, mivel utálja, körülbelül 11 percig tudomás se vesz rólunk. Pont elég egy háromszeres gyakorlatra, a háló a konyha mellett van ide egy hallgató. Nekem 2000 forint a nappali menet, ennyibe kerül a játszóház egy órára a két gyereknek. Nagyon okos, és ha van olyan, ahol ott lehet őket felügyelet nélkül hagyni, hát az parád. Igen, csak azért oda beadod, ott kell maradni, tehát ha hazamész, akkor tehát azért az egy melósabb. Vagy a játszóházba rángatod be a mamát egy félreeső ugrálóvárba, és akkor ott próbálod esetleg. Írják sokan ezt a francia drazsét, én ezt nem ismertem, szétgurít, mire összeszedik a gyerekek, mi kész is vagyunk, jelzés értékű a vásárlása. A férjem szeme ma is felcsillant, 21 év után, ha meglátja, tudja, miért vettem, írja Móni. Kis drazsé, apu. Kis francia drazsé, igen. Szombat reggelente az első osztályos gyerkőc élvezi, hogy mesét nézhet suli helyett, persze a saját kis birodalmában, ilyenkor mindig van fél órán kettesben, ezt Renni üzente. Az én gyerekemnek egy nap ötször kellett fürdeniük. Szóltam nekik, mire ők tudom, anya, fürdünk. Őre kicsi. Fiam, már egy éves vagy, ülj le és tanulj számolni. Fél óra múlva még megkérdezlek, de addig csak magadban, ide egy hallgatom. Azt mondom a kölyöknek, hogy anyu nagyon beteg, ne gyere be, mert elkapod. Jó. Elkapod. Megyek, megmérem a lázát. Denis írta. Megfőmérőzöm anyót, jó. Igen. A két gyereket leküldjük a közérbe, ilyenkor van legalább 5-7 percünk, ez egy klasszikus ügy, hogy menjenek el otthonról. Anyósomék azt mondják a párom kisugának, aki 6 éves, hogy pókot keresnek és bezárkóznak. Pókot keresnek. Sose fog benyitni a gyerek, mert retteg a pókoktól. Megvan már a pók, anyu. Igen. Hajnalban, amikor még alszanak, fürdőszobába orsonás, este fektetés után, vagy amikor suliban vannak, 10 év után 3 gyerek mellett, ezt tündekülte nekünk. Mi a mamával adunk a gyereknek egy 500-ast, hogy menjen el a kocsmába fröccsözni. Ó. 40 éves munkanélküli, ja. 65-67 évesek vagyunk. Tessék. Na hát várj. Nem áll olyan. Kamu, nem? Igazi? Hát nekem kamuszavú azért. A mamának lóvét, hogy menjen el fröccsözni otthon. A 40 éves gyerek 500 forint. Kamugé. Ezek az, hogy 500-ast a gyereknek, mert 40 éves. Kettő fröccsike, fiam. Erisé, menj a kocsmába, így meg két fröccsöt, a papa meg a mama addig vidáman mulatja az időt. Nem veszik, mert sok smiley-el volt, tehát valószínűleg kamu, igen. Lopott percek a családi házban, mert hogy ott lakunk, beraktuk a kocsi volánjához, imád vezetni, addig milyen. Mekkora, mekkora ötlet. Az én szüleim vagy este csinálják, amikor már alszom, vagy bezárkoznak a fürdőszobába, és ott amúgy nagyon szeretnek szexelni, még mindig, pedig már 17 éves vagyok. Írja Zsolti. Egyébként szörnyű, amikor így fiatal kamaszként hallod őket. Az szörnyű. De miért láttak? Nem szörnyű, volt ilyen, mert... hogy áll, amit a Júli elmesélt, hogy állsz kint az előszobában, és hallod őket? Ne, nem, akkor disznó mindig hangosabban visítottad. Az is igaz, hogy neked a szamárbőgés elnyomta. Gondoltam, inkább én mondom. Menjen fejként, hajtsd már ki a tenet a legelő. De hát most hajtottam be, de hajtsd ki, olyan vékony a horpasza. Éhes már, hogy bőg. De tényleg veled mi volt? Kicsaptak a legelőre a libákkal? Persze, nem kis kötöttek melléjük, az a biztos. Csontot raktak a nyakadba, azt elküldtek a szamára, vagy hogy volt? Én nem, addig a kutyák húzkodtak engem az udvaron. Az nagyon király. Nálunk 8-kor alszanak a gyerekek, utána kezdődik az élet. Bogyó és babóca, aztán egy gyors szaxi a fürdőben. Legalább egynek legyen. Az ellentmondást szeretem, a bogyó és babóca, igen, és a felnőtt megtestesülése, igen. Gyerekek, egy jó bogyó és babóca, megmondom neked, hogy 6-7 perc körülbelül. Annyi, mint egy kisvakon. Ilyen 6-7-8 perces epizódok vannak. És babos... egy rossz is pont ugyanennyi. Abból nincs rossz. Aha. A bogyó és babóca a legkirályabb. Praktika, kisfia, menj ki az udvarra, aztán ajtó csapódik, kattan az ár. Kevésbé gyermekbarát. Igen. Jól elcsesztétek a napomat. Én azt hittem, szerettek a szüleim, azért kaptam annyi francia drazsét gyerekkorra. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gábor, hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok, örülök, hogy ismét itt lehetek a köreitekben, és látom az agavé szirupot újra, a reform kávét. Bizonyán. Nagyon komoly dolgok történnek itt a stúdióban. Igen, hazudni, ne hazudjunk, ez nem reformkávé, saját főzésű őrölt kávé. Jó hiszemű voltam. Viszont az agavé szirup, gyerekek. Kiváló, édes idő. Ha az ízéhez egyszer hozzászoksz, akkor utána nagyon, nagyon-nagyon jó. Mi újság van?
Jól vagy? Igen, köszönöm szépen. Mert jól is nézel ki? Az előadások is. És azt látom egyébként az országban, hogy akár akár a műsor kapcsán, mert a műsorról sok visszajelzés van az előadásainkon is, az emberek érdeklődnek. Szóval nagyon komoly érdeklődés van Magyarországon is, és ez nagy öröm nekem mindig. Hát ezért csináljuk. Na, egy nagy témát mi van? Ennyi. Hát ennyi. Hát most kész, túlmagyarázhatnám ezt a dolgot. Most, hogy a film állhatnád, még húzhatnád, de minek? Figyelj, én pont ebben a tegnap vagy tegnap előtt beszélgettünk erről a Gáborral, meg egy kisebb társággal, akikkel voltunk, hogy tulajdonképpen szerintem az embereknek bele kell ezt tolni az arcába, még akkor is, ha talán ez kicsit néha túl sok. Ugye, mert mi történik, ha te érdeklődsz az egészség iránt, meg a bioélelmiszer, meg a reformélelmiszer iránt, akkor elolvasol különböző szaklapokat, meg bemész különböző boltokba. Viszont ennek a műsornak azért jó az üzenete szerintem, mert itt megkapod az autóban, megkapod ott, de ez az üzenet most házhoz megy. Ezelől nem tudsz elbújni, csak ha kikapcsolod a rádiót. És a legtöbb ember szerintem így tud majd szépen lassan felébredni, ha ott pacekba megkapod arcba, nem? Uh-huh. És akkor át elkezdesz gondolkodni, mert ahhoz, ha téged érdekel, elolvasod az újságot, amit megvettél, hogy abban benne van az információ. De itt az is megkapja, aki nem veszi ilyet. Tehát effektíve több emberhez jut el. Nem? Így van, meg itt van hiteles szakértő, hiteles drukker és hiteles kétkedők. Na, egy nagy témát próbálunk ma felölelni, van érintettség is nyilván. Családi, szerintem a legtöbb embernél, még azoknál is, akik esetleg nem tudják. Ugye ezek a bizonyos érzékenységek, intoleranciák, leginkább a glutén és a laktóz. Mindjárt gyorsan helyre tesszük, hogy mi a glutén, mi a laktóz, viszont ha majd meghalljátok, hogy hány ember érintett, vagy hány ember lehet érintett Magyarországon, akkor szerintem erről fontos beszélni. Megint, ha a rovat után 15 ember elmegy és kivizsgáltatja magát, és megoldódik az élet, akkor szerintem már megértem. Melyikkel kezdjük? Kezdjük a gluténérzékenységgel inkább, jó? Azt talán egy jó. Kicsit kevesebb embert érint. Jó, képzeljétek el, hogy az történt a második világháború után, ez jó rég volt, hogy amikor nem volt kenyér a hátországban, akkor jó pár gyermek jobban lett. És ugye azt várnánk, hogy amikor nincs élelem, akkor az emberek egészségi állapota romlik, ez általában így is van, viszont megfigyelték, hogy néhány gyermeknél, fiatalnál megtörténik a javulás, amikor a háborús viszonyok miatt kenyérhiány van. Egyes országokban, és ennek az okát kutatták elég sokáig, és gyakorlatilag 1950-es évek utánra rádöbbentek, hogy a búza, illetve a zab, a rozs, az árpa, glutén tartalma, ugye ez a bizonyos gabonafehérje, ez felelős egy bizonyos problémáért, amit ma már úgy nevezünk, hogy glutén érzékenység, vagy hát más néven cöliákia. Ami ugye érintett lehet ebben ugye a felnőtt társadalom, ebben érintettek a gyerekeknél ez ugye még veszélyesebb, és ebben ugye mindig az a veszélyes, hogy egy csomó ideig nem diagnosztizálják, mert hogy az ember lát tüneteket, mondjuk a gyereknél, nem biztos, hogy fölismeri, nem biztos, hogy észreveszi, érez magán is tüneteket, de nem biztos, hogy elmegy orvoshoz. Ennek aztán később komoly szövődményei is lehetnek. Így van, mert bélboholy sorvadással jár együtt, tehát a vékony bélben történik meg a probléma. Érdekes, hogy régebben, amikor még kezdtem én is a sorozatokat, akkor elég sok szülő megkeresett, hogy hosszú idő után tudták csak megállapítani, hogy a gyermeknél mi a probléma, mert nem mindig gondolnak rá rögtön. Ma már azért elég hamar gondolnak rá. A gyermekeknél egyébként elég gyorsan kimutatható, illetve látható is a probléma, a felnőtteknél viszont nem. A felnőtteknél nehezebben. Jó, nézzük akkor például elsősorban a gyerekeket, jó? Hogy milyen tünetei vannak, miből veheti észre egy szülő. Aztán majd természetesen beszélünk arról, hogy mi kell változtatni, meg mi a megoldás, meg milyen vizsgálattal lehet ezt kimutatni, de mondjuk van egy gluténérzékenység, a szülő még nem ismerte fel, milyen tünetekre kell odafigyelni. A gyermek kedvetlen lesz, étvágytalan lesz, és sápat kifejezetten. Ennek lehet más is az oka, de ez kifejezetten ez a glutén érzékenység, tehát nem emészti jól mondjuk a kenyeret, sőt egyáltalán nem is emészti. A gyermek sápat, nem mozgékony, kifejezetten passzív, azt írják a szakirodalmak, és elkezd puffadni a hasa a sok gáztól. Tehát puffad hasa lesz, és kifejezetten vékony lesz a karja, vékony a lába. El tudjátok képzelni a vékony végtagok, és a puffadt has egy kicsit ilyen afrikai beütés lesz, és a bőre is megváltozik. A kifejezetten gyermekre jellemző feszes, rugalmas bőr helyett csúnya lesz a bőre,
és ráncosodik. De ez már komoly terheltségnél, nem? Tehát igen. Amikor már ugye folyamatosan viszik be. Igen, viszik azért hadd tegyem hozzá, hogy a gyerekeknél ez viszonylag hamar lejátszódik. Tehát nem évek kérdése, azt gondolom. Nyilván ehhez a dietetikus és az orvosok is jobban értenek, hogy én élelmiszerekkel foglalkozom, de azt lehet tudni, és az a tapasztalat, hogy ez gyorsan játszódik. Hiszen nem szívódik fel a B12 vitamin, nem szívódik fel a vas, a kalcium, bizonyos fehérjék, tehát elkezd a gyermek soványodni, fejlődési zavar jelenik meg, és például az óvodából, vagy az iskolából jelzik, hogy a gyermek tanulási képessége gyengül, esetleg hány ingere van, esetleg ugye hasmenéses tünetei vannak, tehát a szülő észreveszi. Elindulnak a kivizsgálások, a kérdés az, hogy mikor történik meg az a bizonyos biopszia. Uh-huh. Az a bizonyos mintavétel a vékony vér nyálkahártyájából. Hozzáteszem, hogy vannak gyors vérvizsgálatok is. Ezek nem annyira pontosak, de vérből már előzetesen kimutatható, hogyha ez a bizonyos gluténérzékenység jelen van. Nálunk például Beninél nem tudták egyértelműen kimutatni. Nem tudták. Tehát a kisgyerekeknél azt mondják, hát ezt majd te megcáfolod vagy igazolod, hogy nem mindig mutatható ki vérből, akkor viszont tovább kell menni. Tehát, hogy én 4-5 éves, felnőtt korban már pontosabb a vérvizsgálat, de hogy a gyerekeknél még 3 évesen levett vérvizsgálat, az még nem mindig tud olyan pontos lenni. Igen, főleg, hogyha az említett tünetek jelentkeznek, a puffadt has, a gyermek rossz közérzete, mindenképpen orvoshoz kényszeríti a szülőt. És ennek egyetlen egy módszere van, csak az, hogy kiiktatod az étrendedből? Nem lehet visszafordítani? Nincs semmilyen módszer rá? Nem, tudom, nincs, hogy nem vagy orvos, nincs. De biztos tudsz erről valamit. Ez effektíve így nem gyógyítható, életre szóló teljes glutén kihagyást jelent. Oh. Tehát nem olyan, mint a laktóz, ahol egy pár grammot a szervezet képes tolerálni. A gluténnél ezt nem állíthatjuk, teljesen ki kell iktatni. Sőt, ha nyomokban van glutén fehérje, mondjuk búzafehérje az ételben, mondjuk egy búzacsírát eszik valaki, vagy olyan mondjuk búza keményítőt használ, ami egyébként egy szénhidrát nem fehérje, de lehet benne búza glutén, akkor is reagál. Na most a glutén azért trükkös, mert mi is ezt végigcsináltuk a Bennivel, aztán kiderült, hogy hál' Istennem akkora a baj, de hogy például a felvágottakba is rakják, úgyhogy az ember azt hiszi, hogy növényi eredetű dolgokban kell keresni, és akkor kiszűröd a kenyeret, kiszűröd a lisztet, átállsz más összetevő, kukoricaliszt, rizsliszt, hát nagyon jó dolgok vannak. Nyilván egy teljesen másfajta életmód, még teljesen másfajta hozzáállás, és aztán szembesülsz azzal, hogy például a felvágottakba is sokszor rakják a glutén. Igen, ugye? Korábban azt hiszem beszéltünk igen. is, hogy a zselatint is ugye használják ilyen, hát most nem hamisításnak nevezzük, hanem mondjuk olcsóbbá tétel, az élelmiszerek olcsóbbá tétele, és elterjedt a szójafehérje, ugye ami óriási mennyiségű vizet vesz föl, és a glutén. Keményítők is, és a gluténfehérje. A gluténfehérjét is tehetik felvágottakba, tehát nem csak kenyérben találsz glutént, hanem olyan élelmiszerben is találsz, ahol nem is gondolnád. Rá. Nem is gondolnád, ugye, hogy növényi eredetű dolgot neked mondjuk állati eredetű dologban kell keresni. És az érdekesség az, hogy még az is lehet, hogy az összetételben sem szerepel, hogy búza glutén, viszont ma már kötelezik a gyártót, hogy ráírja, hogy nyomokban tartalmazhat. Jó, felnőtteknél mi a tünet, ha mondjuk valaki, nem tudom, hogy gyerekkorától kezdve egészen felnőtt koráig le tud-e élni ugye egy életet, hogy erre nem jön rá, és előbb-utóbb nem találkozik ilyen orvossal, aki mondjuk ezt nem diagnosztizálná, de mégis mondjuk. Hát most jön a dráma, tekintettel arra, hogy amíg valaki gyermek fiatal, tehát 18 éves kor alatt a probléma viszonylag jól tetten érhető, attól kezdve, hogy belépek a felnőtt korba, a tünetek csökkennek. Kicsit hasonló az asztma is, már az más jellegű, már összefügghet. Felnőtt kortól kezdve a tünetek hasmenéses tünetek, akkor a kifejezett rossz közérzet, a puffadás csökken. Sőt, az is lehet, hogy majdnem teljesen elmúlik. Aha, az illető azt hiszi, hogy ez egy normális állapot, hogy mondjuk babot ettem, meg kábetűset ettem, stb. Ezt nevezzük tünetmentes betegségnek, tünetmentes cöliákiának. Nincs reakció, de van bélbohói sorvadás, tehát van probléma. Ezért ez tünetmentes, belül eszi a beleket, idézőjelbe ez a probléma, és nem tévedés, 30-szoros a vastagbél, illetve a bélrendszeri rák kockázat. Na itt ez a kemény, hogyha mondjuk gyermekkorban ezt nem kapod el időben, hogy mire a gyerek felnő, és mondjuk 10 éves koráig ugye eszi a glutén, mert nem diagnosztizálják, vagy a szülő nem foglalkozik vele, akkor az már a 10 éves gyereknél, akinek nyilván teljesen egészséges bélrendszerrel kéne rendelkeznie, már milyen visszafordíthatatlan folyamatokat indít el. Nem, hogyha nincsenek nyilvánvaló tünetei a betegségnek, akkor is érdemes a gyerekkel megcsináltatni ezt a vizsgálatot, amiből kiderül, hogy vajon gluténérzékeny. Most nehéz kérdés, én most nem mondanám, hogy rohanjunk rögtön, és akkor is csináltassuk meg, hogyha nincs semmilyen tünetünk, mert akkor mindenki mehetne ilyen vizsgálatra. Nálunk nagyon egyértelműen jelentkeztek. Családi halmozódásra mindenképpen figyelünk. A tünetekre azért enyhe gázképződés még a tünetmentes állapotban is lehetséges. Uh-huh. Tehát az ember észrevesz magán viselkedési problémát, egy komolyabb fáradékonyságot.
Azt sem mondanám, hogy hagyjuk ki hetekre a glutént, és nézzük meg a hatását, mert a szakma ezt sajnos nem engedi meg, mert akkor el fog múlni. De érdemes, hogy óvatosan kezelni, tehát mert én például mindig szoktam, hogyha otthon csak 10 tojás van, és annyiból tudok csinálni a virágnak rántott, tehát mindig adok neki mellé egy bajor parasztcipót, hogy majd szolgassák, mégis valahogy túléljen ebédig. Akkor... Igen, hiszen 10 óra van, és most fog reggelizni. Igen. Helyes, hogy gyerek. A parasztcipót ne? A probléma növekszik. Nyilván a kenyérgabona, tehát a kenyérgabona az fontos Magyarországon. Én nem vagyok kenyér ellenes, abszolút. Használjuk, bár a tönkőt, a durum búzát, és a zabot, az árpát. Ezek na, na most kezdenek el rászólítani a kormánynak. Tudod, hogy 10-ből 8 hallgató, hogy tönköly van. És azért szeretném hozzátenni, hogy a fehér liszt, tudjátok, a fehér kenyér, amit azért itt szoktunk ostorozni, szóval azért ugye abban nincsenek rostok, és az, az azt jelenti, hogy az szinte teljesen ugye a bélben úgy dolgozik, hogy úgy nevezük ezt, hogy kontaktidő. Nagyon sokáig érintkezik a bélfalal ez a fehér liszt. És mivel a kontaktidő nagyon magas, ezért a gluténérzékenység is erősebb lesz. Szeretném hozzátenni, hogy a gyermekorvosok, a védőnői szolgálat sokáig küzdött azon, hogy mikor vezessék be a glutént. Uh-huh. A glutén tartalmú gabonát az étrendben. Most már egészen hamar találkoztatják velük a gyerekeket, nem? Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy a svéd minta alapján, hogy a svédek borzasztó hamar elkezdték a gluténes hozzátáplálást, uh-huh. és kialakult a cöliágia sok esetben, azt hitték emiatt. Aztán volt Magyarországon egy időszak, amikor azt mondták, hogy csak 8 hónap, egy év után, most megint visszahozták. Hogy hamarabb találkozzon a gyerekkel. Amit én azért óvatosan kezelek. Jó, ez az egyik, tehát ez a glutén. Ugye kétfajta érzékenység van. Fura, hogy ilyen tünetekkel egyébként ez a lakosság kevesebb részét érinti. Van a laktózérzékenység, ami ugye nyilván gyorsan helyre tesszük, ez pontosan miben található, ami viszont hány millió embert érint? Itt megdöbbentő szám jön, és ebből nagyon sokan nem is tudják. 2,5 millió embert érint a laktózérzékenység. 2,5 millió egy harmad a lakosság. 2,5 millió ember, és ebből nem mindenki tudja, sőt a legtöbb ember nem tudja, hogy laktózérzékeny. Ami jelenleg úgy becsüljük, hogy 3-3,5 millió ember van összesen. Tehát ez most nem egy ilyen hasraütésszerű szám, hanem ténylegesen azt mondjuk, hogy még van egy 0,5 millió ember, aki nem tud róla, de valószínűleg a laktáz enzime, ugye a tejcukorbontó enzime az szinte hiányzik vagy gyengül. Hozzá kell tenni, hogy az anyateljes táplálás után csökken, szinte mindenkinél elindul egy csökkenés. És érdekes, hogy míg a glutén esetében a fekete lakosság a világon jól emészti a glutént, míg például az olaszok, ahol sok a tészta, a glutént kevésbé. A laktóznál, a laktózérzékenységnél a helyzet fordított, tehát Afrikában, a távol-keleten, az indián lakosságnál szinte nincs laktázenzim, míg a fehér lakosságnál van, tehát megfordul ez a De milyen érdekes, kérdés. Nem? Hogy a természet igen. hogy dönt meg, hogyan szelektál, milyen fura. De ha szabad ilyet mondanom, például Magyarországon a roma lakosság alig emészti a laktózt, tehát szabad talán hozzátennem, hogy bizonyos, ugye attól függ, hogy ki milyen csoporthoz tartozik, meg kell néznie, hogy ő ihatja a tejet. De egyáltalán nem biztos, hogy Magyarországon is van többféle populáció, hogy melyik hogy emészti, és ilyen különbségek vannak. Hát ahogy szoktam mondani, nincs még egy emlős, aki a másik emlősnek a mirigy váladékát megissza, szóval most gondolj bele, nem így van? Igen, hogy isszuk a tejet, ezt azért emellett van azért egy nagyon erős lobby is, meg persze kell is, meg azt gondoljuk, hogy mennyire egészséges, közben te felnőttként már az esetek nagy többségében azért a te szervezeted erre nincs berendezkedve, meg felkészülő, hogy egy másik állatnak a mirigy váladékát olyan finoman napi 0,5 liter, napi 1 liter bevigyél belőle. Jó, milyen tünetei vannak? Nézzük a felnőtt lakosságot, jó? Hogy mikor kell valakinek elmenni vizsgáltatni, és aztán majd rátérünk arra, hogy mivel lehet ezt kivizsgálni. Hasmenés, Hányinger, a tejtermék elfogyasztása után 30-60 perccel, valamikor 2 órával jelenik meg. Nagyon rossz közérzetet okoz, és látjátok itt is megint a hasmenés, de mégis egy picit más a helyzet, és hidrogén termelődik, tehát úgy nevezik, hogy hidrogén kilégzési teszt. Uh-huh. Csecsemőknél egyébként és gyerekeknél egyszerű kilégzési teszttel érzékelik, ha sok a hidrogén a kilegzett levegőben, akkor ott a laktóz érzékenység fönnáll. Jó, ez már ugye maga a vizsgálat, erről beszélünk, de a tünet például az, hogy iszik valaki laktóz érzékenyként egy kávét, és ez fél óra múlva, egy óra múlva érzi, hogy akkor hasmenés van, meghajtja a puffa, de nem gondol arra, azt gondolja, hogy tegnap evett valamit, azt gondolja, hogy az előző este, vagy rossz volt az étel, és nem köti össze, mert hogy a mindennapi életéhez hozzátartozik maga a tej, de nem teszi össze, hogy az a fél órával előbb bevitt tejről van szó. Így van, nem? Mert nem elég egyértelmű. A gluténnél egy picit egyértelműbb gyerekkorban, a felnőttkorban már mondtuk, hogy nem. A laktóznál is az a helyzet, hogy egy kicsit sötétben tapogatózunk, mert van, amikor meghajt, van, amikor nem. Ha ettél kefirt, joghurtot, túrót, akkor, vagy esetleg bizonyos sajtokat, nem biztos, hogy reagálsz rá. Ha natúrtejet iszol, akkor pedig reagálsz.
és az emberek lehet, hogy megesznek 2-3 pohár joghurtot, attól annyira nincs tünetük, pedig azért a probléma adott. Van, aki pedig együtt él egy hasmenéses tünettel, ami nem kifejezetten azt jelenti, hogy vízszerű hasmenés, és azt mondja, hogy ő így él. Aha, hozzászokik, megszokottá válik közül, nem tudja. Itt nem csak a tejről van szó, hanem minden, ami tartalmaz laktózt, ugye? Tehát azért azokat említsük meg. Adalékként használják szintén húsipari termékben. Na, de úgy értem, hogy több tejipari terméket, tehát hogy a tejen kívül még a sajtban is lehet, ugye? Egy csomó helyen. Igen, bár ezek teljesen erjesztett termékek, ugye a teljesen erjesztés, sajtgyártás, túrókészítés, joghurt, kefir, aludtej. Ugye a laktóz az ugye bomlik, és tejsavra bomlik, tehát csökken. Van, akit egy joghurt egyáltalán nem hajt meg, de egy nagy pohár tej igen. Aha. És akkor az emberek átállnak a joghurtra, amit jobban bírnak. Nem biztos, hogy egyébként szerintem nem biztos, hogy célszerű erőltetni a tejterméket, ha valaki laktózérzékeny. Ha azon tudja, kívül... hogy laktózérzékeny, majd a hírek után beszélünk arról, hogy mivel lehet ezt kivizsgálni, mert most már azért felnőtt korban ez is baromi egyszerűen egyébként 15 perces vizsgálattal kimutatható. Azon kívül, amit most elmondtál, hogy a hasmenés, meg az egyéb tünetek, lehet neki komolyabb szövődménye, lehet belőle komolyabb baj. Igen, ugyanúgy, ahogy a gluténérzékenységnél is, itt egy 20-szoros rákockázattal számolunk. 3-3,5 millió ember gyerek is úgy iszza a tejet, megeszi a tejterméket, hogy közben egyébként szétterheli a bérrendszerét. Ugye erről van igen, szó? Igen, erről van szó, tehát azért is jó, hogy erről beszélünk, mert nem azokhoz szólunk elsősorban, akik tudják, hogy ilyen problémájuk van, bár nekik sem rossz erről tudni, hogy hallani még többet, hanem azoknak szólunk, akik silent, akik némák, akiknél vagy van enyhe tünet, de nem gondolják, és a laktózérzékenyek társasága is mindig felhívja a figyelmet, hogy aki még nem gondolt rá, ne essen pánikba, de gondoljon rá, mert még egyszer mondom, 15-20-szoros a rákockázat, aki még nem gondolt gluténérzékenységre és laktózintoleranciára, mostantól kezdve gondoljon rá, figyelje magát, mert lehet, hogy elkerül egy súlyos betegséget. Kecske, és itt a veszélyeztetettség ugye a nagyon nagy szó, hogy ugye 20-30-szoros a rákockázat, tehát ezt nem győzzük hangsúlyozni. Kecske, te ugyanúgy hallgató szerintem kérdezi. Igen. Egészségesebb a kecsketej, egészségesebb a jutej, de hogyha szakmai irányelveket szeretném képviselni, akkor a helyzet ugyanaz. És hogyha a tünetek elmúlnak, akkor is legyünk óvatosak, mert a bélrendszer borzasztóan érte ahhoz, hogy alkalmazkodik. Alkalmazkodik, és ilyenkor beszélünk néma problémáról, nincs tünet, de van betegség, vagy van kórkép. Magyarországon mindenképpen előrehaladott az állapot olyan szempontból, hogy van adatbankunk, ami azt jelenti, hogy a táplálkozás és allergiákkal kapcsolatos adatbank a Semmelweis Orvostudományi Egyetem jóvoltából, és hát ugye a pályázatok EU támogatás miatt a táplálék allergia adatbankban hozzáférhetők. Ha valaki esetleg rákeres a táplálékallergia.hu, ez a honlap cím, ahol meg lehet nézni, hogy milyen helyeken lehet beszerezni dolgokat, és mit ehetek, mit nem ehetek. Hát van egy központi internetcím, illetve ugye most már Magyarországon vannak allergia szakboltok. Nyilván én most itt nem mondok konkrétumokat, de nyíltak olyan üzletek, ahol lehet ilyeneket kapni, tehát akár laktózmentes tejet, akár laktózmentes, nem tudom én, előfagyasztott pizzatésztát, gluténmentes gabonatermékeket, tehát most már több százféle ilyen termék van forgalomban, csak hát ezek drágák. Ezek baromi drágák, tehát amíg 4 szelet gluténmentes kenyér 900 forintba kerül, addig azért nagyon trükkösnek kell lenni a háziasszonyoknak, akik mondjuk tudják, hogy a gyerek gluténérzékeny, hogy próbálják ezt kijátszani, vagy amíg mondjuk a laktózmentes tejet meg tudod venni, de ha még azt se életod, akkor mint egy mandulatej, szójatej, rizstej, 800 forint egy liter mandulatej vagy rizstej sokszor, tehát hogy azért igen, ez az nagyon alap, megterheli a pénztárcát. Az alap laktózmentes tej, ez gyakorlatilag minden hipermarketben már hozzáférhető, illetve most már lehet kapni, ez mondjuk egy nagyon friss tapasztalat nálunk, mert tegnap vettünk laktózmentes ömlesztett sajtot is. Az ömlesztett sajtot viszont megint nem szeretett, tehát akkor igen. A tejfehérje kérdés azért fölmerül, illetve otthon is lehet készíteni azért rizstejet, kókusztejet, azért elmondom, de annak nem lesz egészen olyan aromás, jó íze, mint amit te Mr. Puliszka vagy, te meg tudod ezt. Amiről nem beszéltünk még, a vizsgálat, hogy egy felnőtt ember, oké, megkeresi az előbb említett címleket, honlapokat, nyilván mindenkinek kicsit tenni kell a saját sorsáért, és ezeket tényleg fölkutatni, de milyen vizsgálatból derül ki mondjuk a felnőtteknél, hogy nagyon komoly laktózérzékenység van? A laktózérzékenység kimutatása viszonylag egyszerű. Két lehetőség van rá, az egyik a vércukorszint mérés, elmegyek az orvoshoz, iszom egy olyan italt, amiben van 50 g laktóz,
mondok egy ilyen példát, és megméri fél óránként a vércukor értékemet, és hogyha növekszik a vércukor szintem, akkor bontom a laktózt, és jól felszívódik. Ha nem növekszik bizonyos érték alá, 1,1 millimol per liter fölé, bocsánat, nem növekszik a fölé, akkor nem bontom, és ugye megy át a vastagbélbe a laktózis, ott okoz egy csomó problémát. Hát az egyik az a vércukormérés, a másik pedig a korábban már említett hidrogén kilégzési teszt, hogyha a kilélegzett levegőben bizonyos százalék fölött van a hidrogéngáz, akkor megint laktózbontási problémára is utalhat. Utalhat bélfertőzésre is, vagy másra, de kifejezetten laktózérzékenységre is. Ez egy pár ezer forintos vizsgálat, tehát érdemes elmenni, megcsináltatni, egyszer rászállni egy kicsit nagyobb összeget, nyilván ez a pár ezer forint is sokaknak nagy kérdés. Ezt már egyébként végzik normálisan, akinél a úgy értem, hogy ha te mondjuk nem nincs felírva, vagy nem tanácsoltak, hanem te magánúton akarod megcsináltatni, akkor valószínűleg fizetni kell érte, de megéri. Ugye? Én szerintem mindenképpen a lelki békét és a betegség megelőzési szempontokat figyelembe véve. De pánikolni semmiképpen nem kell, sokan vannak érintve a dologban, de azért nagyon sokan nem. Mert én például, hát ugye alkatomnál fogva is, meg életmódomnál is fogva, én azért elég közel állok még az ős magyarokhoz, így hárman közül, én azt gondolom, hogy én. Tehát azért látszik a kumisz teljes nevelés. Tehát, hogy én nem vagyok hajlandó lemondani sem a sajtról, sem a tejtermékét. Nem kell. Én azt mondom, hogy szerintem egy vizsgálatot megér, ha kijön, hogy még csak lappangó sem vagy, megnyugodhatsz, de például, ha kijön, hogy oké, tüneteid nincsenek, de mondjuk azért már van egyfajta terheltsége a beleidnek, meg a bélflórádnak, meg ugye a bélbolyhoknak, akkor lehet, hogy érdemes visszavenni. Tehát van, ugye, amit Gábor elmondott, tehát a Gábor, amit elmondott, hogyha nincs is egyértelmű tünet, lehet, hogy egyszer egy ilyen vizsgálatot mondjuk megér, leginkább a tüneteid vannak. Én szerintem igen, és azért vegyétek figyelembe, Magyarországon a vastagbélbetegségek szempontjából élen járunk, és itt ülünk ugyan négyen ebben a stúdióban, és ha azt mondom, hogy minden harmadik embernél fölmerül ez a kérdés, akkor lehet, hogy négyünk közül valaki. És itt ez már egy orosz rulett. Én mondjuk attól megörülök, amikor 40 vagy 40 fölötti nőknek mondják, hogy kálciumpótlására így van a tejet. Igen. És hogy ezt még mindig benyalják, és nem olvasnak utána, hogy pont az ellenkezőjét érik el, és azt gondolják, hogy kálciumot kell bevinni, így a tejet, abban van kálcium. Uh-huh. És hogy pont az ellenkezőjét érik el. Nem, hát, hogyha a hölgyeknél, már pedig a hölgyeknél 40 év fölött, 50 év fölött változókortól kezdve a tej fehérje és a tejcukorbontás gyengül, ami szinte egyértelmű adat, akkor az egyre nagyobb mennyiségben fogyasztott tej és tejtermék lehet, hogy egyre nagyobb tüneteket fog okozni, és egyre több problémát vált ki, miközben azon küzd a szakma, hogy a vastagbélbetegséget időskorban elkerüljék, ugyanakkor azt ajánlják, hogy minél több tejet, tejterméket fogyasszanak, de azt nem teszik hozzá, hogy azért vizsgáltassa meg az ember, és nézze meg, hogy nem tej cukorjelzékeny, vagy tejfehérjelzékeny. És mit javasolsz, hogy ezt a kálciumot mivel vigye be, hogyha nem tej? Mákkal például. Én szezámmag párti vagyok, diópárti mák, a zöld levelekben sok kálcium van, a kendermagban, a zabban, a teljes őrlés törészben is igen sok van. Tehát nagyon sok növényi kálcium forrásunk van. Hidegen sajtolt mákolaj. 600 foszforban igen gazdag kálcium. Csak mondom, egy evőkanál a 40-50 fölötti nőknek. Hosszú ideig kell szedni, tehát ez nem egy hónap, és engem, hogy egy évig szeded a mákolajat, és elképesztő módon elkezdi beépíteni a kálciumot a csontrendszerbe. Tehát például a mákolaj, kevesen tudják, nagyon jó. Ugye, Gábor? Így van, így van. Bár abban nem is mindig a kálcium, hanem a foszfor igazán magas. Uh-huh. Magában a mákban marad vissza a kálcium, és ahogy mondtam, a szezámok. Na most a szezámot megint nem mindenki emészti tökéletesen, viszont ott vannak a borsófélék, a sárga borsó, tehát a sárga borsó főzelék, aki bírja nyilván itt is, a lencsében. Fantasztikus, egy humuszkrém, illetve egy csicseri borsókrém is, egy fantasztikus kálciumforrás. Mivel válthatjuk ki a tejet? A szója, rizs, zabtejek, tele vannak adalékokkal. Csöndi kérdezi. Nincs adalék a rizstejben, tessenek elolvasni akár egy ilyen csomagolást, nincs adalékanyag, főleg ezek időnként biominősítésűek is, ha otthon készítem pláne, de hogyha üzletben vásárolok egy kókusztejet, akkor nem számolok igazán adalékokkal. Best of Morning Show, a Morning Show legjobb pillanatai. Idén 40 éves a Rubik kocka, amit egyszerre szeretek és gyűlölök, de tulajdonképpen inkább egyfajta ilyen frusztrációt vált ki belőlem, bármikor meglátok egy ilyen Rubik kockát tekerni, rögtön nagyon hülyének érzem magam, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan algoritmus, egy olyan matek feladvány, amit lehetetlen megoldani, kivéve Ferit, akinek már folyik a nyála, csillog a szeme is. Hát most meg fogsz lepődni, életemben nem tudtam kitenni. Akkor viszont nem jöhet el orvoshoz, mert ez a nyálfolyás. Akkor viszont azzal van baj. De hogy tudtad kirakni, hát tyúkbéle játszottatok, nem ők disznóbőrrel. Na mi azzal csináltunk logikai játékokat? Két tyúkbélért egy disznóbőr. Szóval vendégeink vannak, mert egy idén 40 éves a Rubik kocka, Olivier, aki Rubik világbajnok, Európa bajnok, Perge Olivier és Kovács János, a Rubik stúdió ügyvezetője. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, itt voltatok. És most jöjjenek. És most egy kis zene. Na, 40 éves a Rubik kocka, hát ez...
ez önmagában jó, már azoknak, akik tudják. Szerintem ez egy olyan játék, hogy aki nem tudja, az kirekesztett. Nem így van? Vagy meg lehet ezt tanulni? Ma már azt lehet mondani, hogy egész majdnem, hogy óvodás szintől kezdik tanulni a gyerekek, úgyhogy akár nagypapakorig. Igen, ez Igen. Figyelj, Olivier! Én nem tudom ezt kirakni. Soha nem is tudtam. Minden tiszteletem azok, akik ki tudják. Én hülye vagyok ez. Három mondatban, ha most nulláról el kellene kezdened engem megtanítani, mi lenne az a három mondat, amivel megpróbálnád elmondani, hogy hogy kell? Figyeljétek azt a három mondatot. Az algoritmusokat is. Hogy jól mondod, elmondtad, mert egy kicsit sérülékeny az egója. Aki teljesen az elejéről kezdi, igen? Annak nyilván elsőre ismeretlen lesz. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy egy kicsit játszom vele az elején, hogy megérezze azt, hogy milyen a kockának a viselkedése. Tehát itt van 6 tengely, ami körül forog minden, ezt ugye nagyon fontos tudni, hogy azok nem mozdíthatóak el. Ha valaki elkezdi megtanulni a kockát, akkor először úgy fogja kezdeni, hogy kirak mondjuk egy sort, tehát egy réteget. Az nekem is ment. Az nagyon kevés számból. Azt mindig körbevittem a családba, hogy nézzétek meg, már itt tartok. Hollapozom a folytatást, aztán soha nem hoztam. És csak hármat kellett átragasztanom. Nagyon kevés mozdulatból megoldható, mivel amikor az első réteget rakom, akkor a második kettő, illetve a második és a harmadik, az teljesen mindegy, hogy hogy áll. Tehát azokkal nem foglalkozunk. Minél tovább jutunk a kirakásba, annál kevesebb elem marad, ugye, amit már nem szabad elrontanunk, és a legvégén már csak 2-3 elem marad, amit a helyére kell rakni. Tehát és algoritmusok? Igen, ezt igen, és annál bonyolultabb lesz, amit itt mutattam, hogy itt... Mit csináltál? Jó, csak nem mondom, tudtam követni szemben. Mondom közben, bocsánat, hogy vagy a Facebookon, ha vagytok, vagy a morningshow.hu-n, ott van egy link, amin videón keresztül látni lehet, hogy éppen egyébként Olivier, aki Rubik világbajnok, Európa bajnok, mit csinál. Igen. Tehát gyorsan tessék fölmenni a Facebookra, vagy a morningshow.hu-ra, mert élőben megmutatunk egy ilyen közel 3 másodperces kirakást, mindjárt, hogy ez hogy néz ki. Jó, aztán a Jani lesz a következő, aki megpróbál. Igen. És utána pedig maradjatok a stream előtt legalább 6 órán keresztül. Néha én beintegetek majd, igen. Szóval, hogy mi tök hülyék vagyunk ehhez. De mondhatom, hogy mindhárman? Igen, mondhatom. Mindhárman. Persze, nyugodtan. Mennyi idő? Egy óra? 2 órát kéne rá szállni, hogy megértsük? Mert ebből én most nem sokat értettem. Képességtől függően 1-2 óra szerintem bőven elég. Uh-huh. Kínában volt egy 3 éves kislány, aki megtanult a kirakni. Na, persze, hagyjuk már ezt a persze. Tanzániában meg egy 2 éves malac is kirakta, persze. Orral. Igen, orral, farokkal. Persze, még ennél jobban már nem lehet minket megalázni. A 2x2 az mennyire bonyolult már, mint az a kicsike, amit ott mutattál? Ez még egy viszonylag egyszerű szorzás. Mondjuk úgy, hogy 7x6. Igen. Egyszerűbb, tehát gyorsabb nyilvánvalóan, mivel kevesebb oldala van, viszont itt, ha már az ember kirak egy oldalt, akkor a maradék oldal az a maradék kocka, tehát nyilvánvalóan muszáj lesz bele rondítani az első oldalba. Kevesebb algoritmus kell hozzá, szerintem 1-2 algoritmussal meg lehet tanulni, csak tudni kell, egy-két algoritmus. Be is ugrok majd a jó céltárba az a fel. Az igaz egyébként, János, hogy a Rubik, amikor ezt kitalálta, akkor ő csak magát a kockát akarta térben megmutatni, és aztán rárakott pöttyöket, színeket, és akkor jött rá, hogy egyébként ez egy jó játék is? Így van, neki az első játékai azok általában 3D-s ábrázolás geometriai elemek voltak, amivel oktatott lényegében, és menet közben kezdte ezt átfejleszgetni. Nem csak technikailag, hanem színvilágában is, hogy ez játékká avenzsáljon át. De ő ki tudta rakni? Ez fontos? Ki, igen, nagyon sokáig dolgozott az első algoritmusoknak az elkészítésén. Heteket dolgozott rajta, hát akkor nem volt még számítógép, mire megcsinálta, és akkor hát ugye az első pár kockát azért mit olyan 200-300 algoritmusra kezdte megcsinálni. Ma már 100 lépésből lényegében te is, én is nagyon gyorsan meg tudjuk csinálni. A te is az a barokkos túlzás az, hogy te biztos, az a te is, azt köszönöm neked, de az erős túlzás. 3-4 héten keresztül, érted, és lett belőle egy világszabadalom. Én 3-4 hétig azt hiszem, hogy egy csúzli ágast faragtam egyszer. De az olyan lett, de azt hittem, hogy az bizony olyan. Ez csak a megoldásra vonatkozik, amikor ő is megpróbálta, hogy bármilyen állásból meg tudja csinálni. Ma már 20 lépésből lényegében meg lehet csinálni bármelyik. Azt lehet tudni egyébként, hogy Rubik Ernőnek mennyi a rekordja? Hát ő soha nem volt ennek híve, hogy ő időre rakosgassa a kockát, ő azért megcsinálja egy percen belül, bőven. Még úgyis ránk ver, Jani. Még úgyis nagyon ránk ver, az én 3 órás egy soromhoz képest, azért az még nagyon jónak. Mi nagyon a világ csúcs? A világrekord hivatalos versenyen jelenleg 5,55 század másodperc. Hallod? Tehát mire Jani rákeres a videó megosztón, addigra már kirakták a kockát. De ez azt jelenti, hogy valaki jön, csukott szemmel összekeveri, vagy a keverő is tudja az algoritmust, és a legbonyolultabbat keveri be, és azt kell kirakni. Van egy osztó, mint a pókerben. Igen. Nem, egy fordulóban mindenkinek ugyanazt a keverést adják, ezt egy számítógép generálja le, ezt senki nem látja előtte, és amikor jön az a forduló, megkapják a keverő asszisztensek ezt az algoritmust, és az alapján mindenkinek ugyanolyan
kanálra keverik be. Ez amin, minél randomabb, annál jobb, de... Véletlenszerű, Jani. Csak ja, láttam. Tudom. Igen, mert én is láttam, hogy nem túl szép, de hogy ennyire random legyen. Láttam, hogy már egyből a számítógéphez nyúltál, engedd el, véletlenszerű. Igen, tehát hogy ezt összekeverik ott az osztók, akkor ezt kikeverik, és ahhoz igen. képest. Uh-huh. Igen. És te mennyire vagy még ettől, ugye mindig az ember egy hülyén viszonyít, hogy oké, van egy 5 egész valamennyi, ahhoz képest te? Én nekem a hivatalos legjobb eredményem az 9,5 másodperc. Ez... kockás berkekben nem számít olyan jónak, laikusnak lehet, hogy úgy hangozhat, hogy akkor már csak 4 másodperc, de hát ez... De akkor te úgy lettél világbajnok, hogy ő nem volt ott, vagy nem egyszerre nem, voltatok? Én más kategóriában lettem világbajnok, tehát nem, nem a gyors kirakásban. Az egyik, amire a legbüszkébb vagyok, az a legmesszebbre dobás. Amikor abba beszállok, gyerekek. A 40 méteres Rubik kocka dobás. 8 másodperc alatt raktam ki, de mumszom volt. A 2009-es világbajnokságon a legkevesebb mozdulattal való kirakás. Aha. Ez azt jelenti, hogy egy óra alatt egy algoritmust minél kevesebb mozdulatból, és itt akárhányszor lehet próbálkozni, és nekem 26 mozdulatból sikerült kiraknom azon a versenyen, és ezzel megnyertem. Már hogy kapsz egy kevert Rubik kockát. Nem, egy algoritmust, egy keverési algoritmust. Ezzel picit mindig összezavarsz. Uh-huh. Igen, és én a kirakott kockámat odaviszem, bekeverem az algoritmus alapján, és megpróbálom minél kevesebb mozdulatból kirakni. Hát gyerekek, azért ez ingoványos hát talaj, nem? Tehát kapaszkodok a beszélgetésbe, kapaszkodok, de nagyon kell koncentrálnom, hogy tudjak rá valamit mondani. Jó, tehát, de semmi gond nincsen, ne szabadkozz a te kezed belül, volt tuti frutti magazin, mint bűvös kocka, úgyhogy teljesen más irányba ment. Te is gyakoroltál, ő is gyakorolt. Ültetek a játszótére, hintáztatok, Rubik kockázatok, én már az ő kámet bújtam, úgyhogy... Igen, hátul a csalitosban. Kinek volt jobb élete? Na, nézzünk akkor egy kicsit, jó? Én bekeverek neked egy algoritmust, ha nem bántalak meg ezzel. Jó? Nem haragszol meg, hogy bekeverek neked egy algoritmust, jó? De ne, nézi. Tessék? Figyelj, csak egy fél minden információ, amit így átadsz neki, az mind minket gyengít. Ez igaz, jó, akkor leteszem az asztalra. Basszus, kiraktad közbe. Hallod, úgy kevertem be az algoritmust, hogy közbe kiraktam. Rejtett tehetség vagyok, nem? Figyelj, olajozzátok ezeket a kockákat, mert annyira forog. Nekünk egy olyan volt, közvetlen a világjárók sorozat mellett találtam meg mindig anyukám szekrényén egyébként, amit már nem lehetett megmozdítani, annyira be volt porosodva. Tessék? Nézzetek minket a neten, azt mondja Laci. Igen. Nézzetek. De nem más oldalt, hanem a morningshow.hu-t, vagy a Facebookot. Nekünk is volt a polcon egyébként egy kicsomagolatlan apám 500 ezer kilométer balesetmentes vezetés táblája mellett. De nektek is tényleg olyan volt, hogy meg se tudtad mozdítani, mert össze volt ragadva. Mert egyszer megvették a szülők, hogy okosnak tűnjenek, és soha többet nem nyúlt hozzá senki. Nem? És jöttek a vendégek, hogy nézd, már Rubik kocka van nála, okosak, ki van rakva. Ne kevert össze! Tényleg, úgy vetted meg, hogy ki volt rakva, és a büdös életben nem nyúlhattál többet hozzá, mert anyád megölt. Illetve ha nagyon sokáig játszottál vele, és összekeverted, akkor szét lehetett pattintani darabokra, és újra összetetted. Mennyit gyakorolsz naponta? Hát mostanában már nem vagyok annyira aktív versenyzésben. Amikor jártam hivatalos versenyekre, akkor egy napi 1-2 óra körülbelül. Mi volt az a robot kontra ember, és a robot legyőzte az embert? Volt egy ilyen harc, erről hallottatok? Hogy a robot gyorsabban rakta ki, mint az ember? 3 másodperc körül eredménye? Igen. Mi történt? Hát vissza kell menni, hogy már 2005 óta itt próbálkoznak nagyon sokan robotot építeni, hogy Rubik kockákat oldjanak meg különböző technikákkal. Ezen én is meglepődtem, mert itt az elmúlt egy év alatt nagyon főpörögtek az események, és most született egy olyan robot, ami lényegében ezt az 5,5-ös világcsúcsot megdöntötte, gyorsabb lett, mint az ember. Gyűlölöm ezt a világot, komolyan. Ugye? Már egy robot gyorsabban rakja ki a Rubik kockát. Aha. A Skynet, erről is csak a Skynet. Nagyon durva. Bocsánat, az emberek védelmében annyit hagy mondjak el, hogy a robot nyilvánvalóan egy olyan megoldást használ, egy számítógépes háttérrel, ami az optimális kirakást adja neki. Tehát mi, amikor versenyen rakjuk, akkor mi magunktól kútfőből egy 50-60 mozdulatot használunk, ő meg maximum 20-at. Uh-huh. Tehát már eleve, ha azt nézzük, hogy a harmada mozdulatát csinálja, akkor az idő viszont nem lett a harmada, tehát így még jók vagyunk. Még talán jók vagyunk, igen. De ez szerintem nem lehet így egy az egybe összehasonlítani, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ő megdöntötte a világrekordot. Mondjuk úgy, hogy a robot gyorsabban kirakja, mint az ember. És hát akkor... arról nem beszélve, hogy ő 4 robotkarra rakta ki, ahogy láttam, és nem pedig 2-vel. Igen, ezt hivatalos versenyen ezt tiltjuk. Ezt lábra gyújtsz már egyébként? Két láb. Én nem indultam még lábba a kirakásba, de vannak de van olyan is. Akik jó. Erre... Na, odaadom neked, ugye van élő Ustreamünk, ahol ezeket lehet nézni, a Facebookon és a morningshow.hu-n, de én azért csinálok egy videót rólad, hogy utána ezt majd feltesszük a Facebookra, hát ha valaki nem tud most közvetlen internet kapcsolatban lenni, nagyon és akkor vissza tudja nézni. Ott van rögtön egy teljes zöld és egy teljes piros. Jó, hát gyerekek, a keverőgép még most nem úgy kever. Még ne kezd el, várjál. Na, de mérem.
Olaj, és te fotózzál. Te vagy a stopper, én vagyok a videó, jó. Illetve élő streamen is lehet nézni. Na, figyelj. Csak mondom, hogy ez jó lesz bemelegítésnek, utána jön az igazi vadonritmus. Figyelj. Algoritmus, amiért kevertem. Várjál, ez egy kicsit szemlevi. Ez egy nagyon kiváló. Komolyan? Teljesen. De most nem. Ez viccet félretéve. Neki kiváló egyébként. Én kezdem az én módszeremmel, ez egy abszolút átlagos random. Aha, és egy átlagos. Azt hittem kicsit azt mondta, hogy figyelj, olyat kevertél ezt most egy kicsit. Hallod? Hallod, elvinném a kockát, megmutatni. Hallod, költözzünk össze. Te keversz, én kirakom. Legyél a tréner. Na várjál, elindítom a videót, jó, mert utána azért ezt megmutatjuk majd csak a kezedet így közelről. Tudod így csinálni az asztal fölött? Megpróbálom. Jó. Na, mehetünk? Indult a videó? Megy a videó, veszem. Jó, figyelj. Mehet. 3, 2, 1, tessék! Aha, te keri? Azt se tudom, hogy melyik oldalát nézed. Mi a baja a bácsinak? Atyaisten, kérdezni a lányom. Azért nem akármilyet kevertem, nézd meg, még mindig teszi. Ennyi. Nézd, most hallod, öcsém? Most letérdeltettem. Hallod? Nézd meg. Jó, összezavartam. Nézd, kész. 17,32. Hát ez meg mi? Élőbe ezt látni, ez valami fantasztikus. Hmm. Tényleg. Tehát, hogy ez, én is tudok, csak utána nem lesz belőle semmi. Tehát ugyanígy tudom tekerni én is, csak 22 másodperc után ugye nem születik meg. Figyelj, abban benne lennél, hogy egy rohadt anyajét rárajzoljunk a kezedre, meg elmenéd a Balázs gyűrűjét, és egy kéz közeli, hogy tudjon funkítani majd az osztálytalálkozókon. Ja, és egyébként tanultam egy-két dolgot, amióta nem találkoztam. Vagy adod a pulóveredet, és akkor megvagyunk, abban mutatom meg a videót. Jó, na. Mennyi volt ez? 17,32. 17. Nézzük meg, ki kevert jobbat. Figyelj, én nem kevertem, megpróbáltam összerakni, ugyanúgy, ahogy szoktam. Nekem általában ez a végeredmény, hogyha megpróbálom összerakni. Jó, nézzük meg akkor azzal, mit kezd Olivier. Ebből kiderül, hogy ki kevert jobbat. Érzed a harcot? Ebből is harcot kerekítek. Ügyes vagy. Ha jobb keverő. Ha téged előbb kirak, akkor én jobb keverő vagyok. Aha. Ha téged később rak ki, akkor te kevertél jobbat. És akkor jobb keverő vagy. Jó. Ki a jobb keverő? Ez a csata arról szól. Érted? Uh-huh. Az a baj, hogy te intelligenciából próbáltad meg összerakni, én pedig megpróbáltam egy kicsit lejjebb csúszni a törzsfejlődésben. 5 guba? Jó, de mákos legy. Na, 5 kitartja, hogy én nyertem. Tartsátok én, már? Én jó. Én nyertem? Szerintem igen. Na, 5. Senki? Hát erre? Vicces. Hát arra, hogy azt se tudom, mit csináltam, mit tartsam. Tehát a fogadás tétje az, hogy kiét rakja ki előbb. Aha, ha mi fogadunk, akkor a téged rakja előbb, akkor én fizetek. 2005 átpasszolok, ha lassabb vagy. Na jó, ne fogadjunk, nézzük. 16-nál szóljál. Jó, figyelj. Jó. Ki a jobb keverő? Ez a csata erről szól. 17 vagy a fölött. Mehetünk? 3, 2, 1, tessék! Jaj. Aha. Hát gyerekek, azért ezt így látni kell. Ha valaki néz minket streamen, akkor nézzétek, de ha nem, akkor föltesszük a Facebookra. Olivier keze úgy jár, hogy az valami döbbenet. De hülye vagyok, egyébként, hogy nem fogadtam. Hát, várjál még. 10. Jézus! Mennyi? 16. Egész büdös francba én voltam a jobb. De látom, és nem fogadtam. De hát veszítettél volna. Hát te veszítettél volna. Ja, igen. Hiszen a Balázs kevert jobban, mert azt Jézusom. Ja, igen. Jézusom. De szerencsétlen vagy. Hülye vagy. Hogy változnak a dolgok egy-két másodperc alatt. Nem egyszer fenn, egyszer le. Igaz, én sem értettem, hogy mire fogadtunk, de tehát jobb keverő vagyok. Igen, jobb keverő. Na. Miért nem fogadtunk? Egy másodperce vagyok jobb keverő, mint te. Passzus. Ebben mennyi gyakorlás van tényleg? Szóval, hogy ez most már mondhatod, hogy kevesebbet, de volt idő, amikor napi 20 óra, vagy 15 nem, óra? Vagy? Napi 1-2 óra. Uh-huh. Versenyek előtt mondjuk 3-4. De ilyenkor a táplálkozásodra is odafigyelsz, sokat alszol, persze a nem nyúlsz magadhoz. Én azt szoktam mondani, és semmihez semmi köze gyakorlatilag, de hát ez az a dolog, amit bárhol, bármikor lehet csinálni, abszolút. Olyan volt már, hogy én hüvelygyulladás miatt feladtad, vagy ilyesmi? Tehát, hogy így nincsenek ilyen járványok? Igen, mint a teniszkönyök, nincs ilyen, hogy kocka csukló. De van. Van, tényleg? Régen volt, igen, amikor még olyan kockák voltak, hogy amikről ti is beszéltetek, ugye egy masszív, szoros. Most már azért csapágyos. Mindenki úgy állítja be magának, hogy optimális legyen, és nem, nagyon régen hallottam már ilyet, hogy valakinek. De gondolom egyfajta függőség, tehát hogy volt idő, mikor ott volt a kezedben, és állandóan járattad, nem? Tehát, hogy egy ilyen addikció. Voltak, igen. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de mondjuk úgy, hogy végérvényesen letenni nehéz. Tehát az, hogy ne gyakoroljak napi 1-2 órát, azt nagyon könnyen meg tudom állni, de az, hogy örökre lerakjam, azt úgy nem tudom elképzelni, mert nem tartom egy rossz dolognak. Tehát... Csak egy mondatot a Rubik stúdióról, hogy ápoljátok ezt, vagy viszitek a kockát, vagy behoztok egy csomó embert, aki gyakorolhat, tanulhatja, vagy mi a feladatotok ott pontosan? Nyilván ennél szélesebb körű. Nem, hát mondjuk egy részfeladat az, hogy versenyeket szervezünk, úgymond ápoljuk, hogy a kocka a gyerekek között, úgy a generációk között azért elterjedjen, és ma már azért vannak kisebb kockaklubok, nem csak Magyarországon, hanem szaraszét a világon. A
az Oliver, mondjuk a World Cube Association-nek a képviselője. Élőadásban vagyunk légy. Bocs. De, szóval lényeg az, hogy ez egy világháló, és rengeteg tagja van ma már, úgyhogy könnyebben meg lehet tanulni, interneten is vannak oktatások, úgyhogy a Rubik Studio-nak annyi a szerepe, hogy ezt tápolja. De ez egy nagyon szép hagyomány, meg hát azért tényleg egy világszabadalom, ugye, és tulajdonképpen mindenhol erről azonosítan minket, vagy erről is, úgyhogy ez veszik, jó. Viszik még mi? Jó biztis, ez még mi? Első bácsinak nem kellett eladni a családi ezüstöt, mi? Madridban voltam, és valamelyik kirakatban megláttam, és olyan szív melengető volt, hogy de jó, egy picit itt is itt vagyunk. Aztán tovább mentem, de hogy ez egy jó érzés, hogy ott volt egy játékbolt, és ott volt kirakva. Mondjuk én ezzel bízom benne, hogy meglátja valaki külföldön, és azt mondja tényleg, hogy Magyarország Hunger, és nem pedig azt, hogy Jongjung Toys! Érted? Hamisítják a kínaiak, tényleg csinálják? Nagyon. Komolyan? Rohadjanak meg. De tényleg, lenyúlták ezt is? Hát lényegében mindent, ami játék. És milyen egy hamis Rubik kocka? Más a sárga? Nem vagy, lehet, vagy nem? Csak sárga. Csak sárga, vagy érted? Mi az, hogy hamis Rubik kocka? Nem ugyanaz a műanyag, vagy más a szín, vagy csak zöldből van? Vagy... Itt van például ezek. Ez mind kínai? Ez kínai. Ti is kínaiban nyomjátok? Árulók. Hát hogy te is kínai vagy. Te is kínai vagy, nyomoltál. Igen. Ez mind? Hát aki, ezt is hamisítják, igen. És kérdele, hogy lehúzna egy cipzárd a homlokától egészen az ágyékeig, és két kínai lenne benne. Na jól van. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Oliver, föltesszük majd a videódat. Az elképesztő, amit csinálsz. Tényleg, szóval le a kalap. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. A vendégünk van. Egy olyan embert hívtunk el vendégül, aki egyrésztről baromi fiatal ahhoz képest, amit csinál, a blogját 5 millióan olvassák, tehát ezek elképesztő számok, és még csak mi is most kapizsgáljuk egyáltalán, hogy ő mit is csinál valójában, és megpróbáljuk most a hétköznapi emberek módjával megközelíteni, vagyis a saját magunk világlátásával. Dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató, hello, jó reggelt kívánunk neked! Jó, hát már ez önmagában, hogy orvosi jövőkutató, ez mint egy ilyen science fiction úgy hangzik, de hát gondolom azért ez ennyire nem bonyolult, nem? Azért, mert nincs ilyen szakma. Nincs ilyen szakma, legalábbis Magyarországon nincs. Ezt én találtam ki, mert hogy elértem a gyerekkori álmomat. Ez menő. Orvosgenetikus lettem, és azt éreztem, hogy nekem valahogy máshogy kellene a társadalmat szolgálnom, méghozzá úgy, hogy összehozom a két énemet, a orvosgenetikust, meg a technológia, a geek szerelmes, a geek énemet. És ilyen szakma nincsen, tehát csináltam egy új szakmát. És ezért most már vannak többen, akik orvosi jövőkutatók, vagy még mindig te vagy egyedül a világon, aki orvosi jövőkutató? Kettő éve csinálom, most már vannak követők, szépen lassan jönnek utánam. Szuper, hogy az érzés maga, vagy egy közösséget alkotok ezáltal. De jó, a Wikipedia szócikk, akkor a te neveddel fog kezdeni. Igen. Orvos technológiai blog, ezt 5 millióan olvassák valóban? Így van, pont a múlt héten volt egy cikkem a CNN.com-on, mert hogy látták, hogy a blogomon ilyen dolgokról írok, a jövő orvoslásáról, és felkértek arra, hogy írek egy ilyen cikket. Azt mondták, hogy szerzőknek nem ajánlnak fel semmi, de 2 milliárd átlag olvasójuk van, úgyhogy nagy duzogva elvállaltam. 2 milliárd ember olvassa a CNN. Aludtál egyet, nyújtózkodtál egyet, és azt mondta, na jó, gyerekek, akkor így. Nagy duzogva. Oké, na próbáljuk ezt akkor elmagyarázni az embereknek és a hallgatóinak, hogy nagyjából ez mit jelent, mert már látom, hogy felszerelkeztél egy különböző kütyükkel, az egyiket már megvizsgáltok, szájtátva nézzük, hogy tulajdonképpen hol is tartunk, te jó Isten, de hogy mit kutatsz, vagy mire szeretnél választ találni, vagy hogy szeretnél segíteni az embereknek? Az én küldetésem az, hogy bebizonyítsam mindenkinek, hogy a technológiák használata az orvoslásban, és az orvoslásnak az igazi emberi mi volt, a beteg-orvos személyes viszony közötti kapcsolat, az egy és, nem pedig egy vagy. Nagyon sokan azt gondolják, hogy vagy használunk technológiákat, és elveszítjük ezt a személyes mi voltot, vagy megtartjuk, de nincs semmilyen innováció benne. Abszolút nem így van, a kettő egymás nélkül nem működhet. És annyi innovatív technológia van már elérhetően bárki számára az interneten keresztül, meg máshogyan is, ezeket kutyakötelességünk behozni a mindennapi klinikai gyakorlatban. Az orvosi társadalom egyébként elutasító? Tehát van mondjuk egy 55 éves orvos, aki megtanulta annak idején a szakmáját, és a hagyományos vérnyomás mérővel, a pumpással érted, méri a vérnyomást, annak odaviszel egy ilyen szerkezetet, amiről majd mindjárt beszélünk, az azt mondja, hogy nem, nekem jó a régi.
régi. Most már évente kb. 100 előadást tartok. Az a tapasztalatom, hogy abszolút nem korfüggő, hanem csak egyéni hozzáállás függő. Én tanítok több ezer medikus, több száz orvost workshopokon, itthon és külföldön. Azt tapasztalom, hogy egy medikus már szinte mindent használ, de személyes célra. Az orvos pedig az idősebb generáció meg szeretné használni, csak nem tudja a technológiai hátterét. Na de várjál, akkor most tegyünk különbséget. Te egy technológiákat juttatsz el hétköznapi emberekhez, amivel saját magukat tudják gyógyítani, vagy segítesz megtalálni az interneten azokat a forrásokat, amit ugye egyre több ember használ laikusként, hogyha mondjuk cukorbeteg, megnéz egy-egy oldalt, és megpróbálja saját magát, hol jól, hol sajnos inkább rosszul meggyógyítani. Tehát ezek konkrét technológiák, vagy információs forrásokat társz az emberek elé, amik alapján önmagukat gyógyíthatják. Én mindkettőben szeretnék segíteni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek joga van hozzáférni bármilyen adathoz, paraméterhez, ami magáról szól, magát megméresse egészségügyi szempontból, bármilyen szögből. A másikat, amit mondtál az internetre kapcsolatosan, a webicina.com weboldalon most már 6 éve kuráljuk, tehát kézzel, szakemberekkel válogatjuk a világ legjobb orvosi forrásait. Azért pont, hogyha valaki rákeres egy betegségre, tünetre, kezelésre az interneten, látni fogja, hogy egy személytenger talál. Mi ebből kiválogatjuk a több százat találatból a lehető legjobbakat, hogy csak azt olvasgass, ami valóban minőségi. Na jó, csak bocsánat, csak egy kérdés, hogy az orvos azért orvos, mert én hiába olvasok el bármit, nekem el kell majd mennem az orvoshoz, hát én elolvasom, hogy a kapol jó a cukorbetegségre egy oldalon, és elkezdek kaprot tenni, hát még nem fog meggyógyulni. Tehát az Isten mentsen bennünket az interneten az önmagukat gyógyító emberektől, aki elmegy egy orvoshoz, és saját magát diagnosztizálja. Tehát gondolom, minden orvos kiráz a hideg, nem? Aki azt olvastam az interneten, így kezd az orvosnál, az kiküld a rendelőből. Pedig nem ez a megoldás sem. Tényleg? Én tanítom azt, hogy most már a felelősségünk része az, hogy tudunk-e válaszolni a betegségről szóló kérdésekre, meg a digitális kérdésekre is. A beteg eddig is kommunikáltunk a beteggel, csak mondjuk könyveket kérdezett meg inkább, vagy valamit egy újságban olvasott, ma az a blogon olvas sem. Mi a különbség kommunikáció, az semmi. Hát az a különbség, hogy szeméttel találkozhat. Ugye? Méghozzá nagyon sokkal. Hát igen, meg azért valljuk be őszintén, tehát, hogy amikor távolságtartom mondjuk egy orvos ezekkel az újdonságokkal kapcsolatban, akkor nyilván benne felvetül az, hogy ez mennyire hiteles forrás, amiből származik. Hozzá van szokva az, hogy évtizedeken keresztül mondjuk az orvosi műszerellátó vállalatok kapta meg a berendezéseket, amik kellettek ahhoz, hogy gyógyítsa a betegeket. Aztán jön itt egy srác, ez a Meskó Bertalan, 29 éves, és akkor odatól elém egy ilyen kis kütyüt, és azt mondja, hogy na, ez mondjuk fel annyi idő alatt, és háromszor pontosággal meghatározza ugyanazt, amivel én csinálom már mondjuk 20 év óta, nem? Ez valahol jogos? Én tanítom azt, hogy lehet megítélni egy orvosi weboldal minőségét. Ez a kurikulumnak a része a Semmelweis Egyetemen. Tehát ilyen tudásokkal most már felkérdezzük az orvostársadalmat. Jó, de nézzük meg, mi volt a tapasztalatod, amikor te legutóbb orvoshoz ment, és azt mondtad, hogy olvastam az interneten. Be tudtad-e fejezni a mondatot? Vagy az, ne haragudjon, doktor úr, én úgy diagnosztizáltam saját magam, hát ha egy doki lennék én is, etén kirázna a hideg, hát én azért tanultam 5 évet, meg 3 évet, meg 10 évet. Volt ilyen tapasztalatod, hogy elmeti házi orvos, és azt mondta, hogy doktor úr, azt gondolom, hogy. Én azzal mentem, hogy volt egy genetikai tesztem Kaliforniából, és hogy itt a PDF eredmény, ezeket kaptam meg, és hogy én mind genetikus kíváncsi voltam, mit fog mondani, és megláttam, mit mondott, hát azt mondta, hogy ezzel nem tud foglalkozni, mert nem ért hozzá. Erre őt soha senki nem készítette fel. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az orvosnak a hibája az, hogy az internethez annyira nem ért, mint amennyire kellene, mert őket erre a Semmelweisen kívül soha senki nem készítette fel. Tehát nem, hogy az van, hogy Magyarország hátrányban lehet másokkal szemben a világon, csak itt van olyan egyetemi kurzus, ami egyrészt az internettel foglalkozik orvosi szempontból, másrészt a jövő orvoslásával. Most kezdtük az új szemeszterben. Jó, na nézzünk egy-két konkrétumot, hogy milyen kütyük vannak a világban, mi az, amit megpróbálsz elhitetni a döntéshozókkal, hogy mondjuk más használjanak, mennyire vagyunk lemaradva, mennyire elterjedtek ezek, itt hoztál egy-két dolgot, ezek micsodák? Kezdjük egy EKG-val. Egy EKG-val. A bal kezemben van egy teljesen átlagos okostelefon, a jobb kezemben van egy 1x3 cm-es. Hát körülbelül úgy néz ki, mint egy hűtőmágnes, igen. Telefonom hátára téve, telefon megfogom a két kezemmel, és e-csatornás EKG-t kezd el azonnal csinálni. Úzusomat is még mellette. De most ez úgy megy, hogy egyébként fölfekszel az asztal, jön a zselé, emlékszel? Persze. Jön a zselé, és jönnek a tappancsok. Na de várjál, tehát hogy a régen ugye betoltak egy 100 kilós kütyűt, ráfeküdtél, rácsíptették. Tehát ezt most valahol valaki kifejlesztette, hogy te fölteszel az okostelefonot hátére, és megméred saját magadnak a vérnyomásodat. Egy csatornás EKG-t tudok vele mérni. Uh-huh. Ez arról szól, hogy ugyanez az eszköz, még 4-5 éve, amikor én végzős medikus voltam, minden reggel azzal kezdtem, hogy zsúkocsival szaladgáltam a betegek között, és egy óra alatt tudtam lehúzni 8, ez a rekordom volt, 8 EKG-t, kaptam egy papírt, amit a papírokhoz kapcsoltam. Na most ez a csapat Kaliforniában előállt ez a kezemben lévő másik ilyen okostelefontokkal tavaly, ami csak egyfajta telefonnal működött, és elég nagy volt. Aztán előálltak fél éve ezzel, ami most már univerzális, bármilyen telefonnal működik. A zsúrkocsi az 1 millió forintos nagyságrendű volt, papírt adott ki, ez 10 000 forint körül. Na várjál, de nem csak az, hogy elmész a dokihoz fél nap, elküld az EKG-re még fél nap, várakozol, megcsinálják, fél nap, mire megjön az eredmény. Tehát körülbelül 5 év múlva ott fogunk tartani, azt mondod, hogy föltesz mindenki otthon
a saját telefonjára egy EKG mérőkis szerkezetet, megfogja és e-mailen az adatokat elküldi a dokinak? Ezt most meg tudom csinálni. Ezt már most meg tudjuk csinálni. Ugye mert egyébként nekünk ezt megcsináltad kint, az én EKG leletem már ott, már itt van az én e-mail címemen. Elküldted nekem, amit én tovább küldök majd a dokinak, aki kijelemzi egy e-mailben? Így van. Az én munkám azt megmutatni mindenkinek, hogy nem változások jönnek az orvoslásba, hanem egy cunami. És erre csak úgy tudunk felkészülni, hogyha most elkezdünk felkészíteni mindenkit. Hogyne? Beteget, hát orvos, döntéshozót, nővértápolót, mindenkit. Mennyi az árkülönbség mondjuk a nagy zsúrkocsi, amit ugye a TB finanszíroz, az adófizetők vesznek tulajdonképpen, és mondjuk e között, ami itt van a kezedben? Az egy csatornás is 100.000 forintos nagyságrendű, több 100.000 forintos, ez 10.000 forint. És, és hiteles, és miért? Be van vizsgálva, az amerikai FDA elfogadta, az abszolút fellegvára az ilyen klinikai vizsgálatoknak elfogadták. Tehát a 400.000 helyett 10.000 forintos EKG készülékek jöhetnek. És sokkal hát, és ugye valójában őszintén egy ilyen szerkezet, pont a gyorsaságánál fogva, adott esetben életet is mentett, például a sürgősségi betegellátásban egyáltalán mindegy, hogy mennyi idő alatt veszik le azt az EKG-t. Volt erre példa. A Erik Topol, a cégnek a vezető orvosa egy repülőgépen ült, és egy beteg rosszul lett, és el kell dönteni, hogy leszállnak vagy nem, és amúgy kardiológus EKG-t mért a beteggel, és eltöntött, hogy mit kell csinálni, és nem szálltak le végül is beteg maga. Azért, hogy 5 év van megszűnünk orvoshoz menni? Tehát, nem. Hogy lehet, hogy az lesz, hogy küldj el az EKG-t, pisilj rá egy csőre, nyissa ki a nyelvét, csináljon egy fotót, tehát nyilván egy kicsit elidegeníti a dolgot, nem? Vagy nem ez a jövő? Én azt gondolom, hogy betegorvos találkozó még világ lesz. Uh-huh. Akkor is, amikor lesz mesterséges intelligencia, bármilyen szuperszámítógép, mindig találkozni fogunk az orvossal. Csak nekem, ha mondjuk betegeket nézve, joguk van ahhoz, hogy hozzáférjenek a saját DNS-ükhöz, bármilyen klinikai paramétereikhez, és eddig ezt be kellett feküdni egy fél napra, most már jönnek a kutyuk, és ezeket otthon megmérem ugyanolyan klinikai minőségben. Mennyi idő, amíg ez például nálunk elterjed? Közben megkaptam az EKG leletemet papíron, gyerekek. Csak mondom, gyerekek, hogy a saját EKG leletem, míg egy napot várakozom valahol egy kórházon, mire meg itt van a kezemben, hát ezt most már csak egy e-mail formájában tovább kell küldeni egy dokinak, aki azt mondja, hogy már nem sok van hátra. De hogy ha tényleg ilyen árkülönbségek vannak, akkor nyilván célunk lenne az, hogy ez pillanatokon bekerüljön a magyar orvoslásba, meg a gyógyításba, hiszen milliárdokat lehet ezzel spórolni. Mennyi idő, míg egy ilyen átfut szerinted? Betegként, orvosként lehetünk bármennyire innovatívak, ha a döntéshozók nem döntenek ilyen irányban. Egy holland mentorom, Lucienne Kellent, most kérték fel arra a holland egészségügyi kormányzat, hogy töltsön be egy új pozíciót a holland kormányban, az a neve, hogy Chief Imaginer Officer. Az a feladata, hogy vizionálja a következő éveket a kormány számára, azokat, amiket valóban be lehet hozni a mindennapi gyakorlatba. Tehát ilyen döntésekre van szükség a döntéshozók részéről ahhoz, hogy ezeket be lehessen hozni az igazi gyakorlatba. Te mondjuk milyen alkalmazásokat használsz, mesélj egy-kettőt. Tehát van ilyen, én már láttam ilyet, hogy mit tudom én, a vérleletedet kielemzed, megmondja, hogy melyik a süllyedés, meg melyik mi, de miket használsz ez még? Ez egy kedvencem, ez egy ilyen 1 centi átmérőjű kis ilyen vékony kör alakú eszköz. Igen, néz ki, mint egy ilyen klipsz tulajdonképpen, amit a nők zsebemben hordom, azt méri, hogy mennyit úszom, futom, focizom, lépek, alszom, és megmondja azt esténként, hogy a WHO alapján, az egészségvilágszervezetnek a ajánlás alapján a mai aktivitásom hol van a várthoz képest, és még ilyen is menjek kifutni. Hogy ahhoz képest, hogyha el akarsz kerülni egy betegséget, akkor ő méri neked a napi mozgás mennyiséget, és azt mondja, hogy ha nem akarsz, mondjuk, mert van egy hajlam vagy betegséged, akkor fussál még le 1 kilométert, mert ő fejben tartja neked, hogy mennyit mozogtál aznap. Egészségesen is fontos dolog ez, meg van a napi várt aktivitás, amit a WHO elvár az emberektől, és ezt ő jelzi, hogy én hogy állok ebben. És ezt rárakod az okostelefon, és vagy a számítógép, és kielemzed valahol? Megmondja, hogy hol járok, kaptam egy díjakat a mai napon, tehát megmásztam elég lépcsőt, hogy inkább nem menjek mozgó lépcsőt, nem is járok azzal, hanem csak lépcsővel járok, mert tudom, hogy méri és szuper érzés. Ő a te személyi edződ. Így van. Na most csak mutatom ezt, azért látni kéne tényleg, tehát egy ilyen fülbevaló nagyságú, egy kis nagyon jó barát, úgy néz ki, mintha két darab mágnest így egymásnak ragasztottak, vagy összetapadt volna. Ugye, mint egy ilyen női nagyobb fülbevaló. Reggel rácsipented az alsógatyóra. És este pedig kielemezteted saját magad. Van egy ilyen eszköz, ez teljesen új, tehát ilyen, ez még nincs klinikai forgalomban. Ezt a mellkassal lehet egy ilyen tapasszerűség, a mellkassal lehet helyezni, és ez most tud mérni vérnyomást, EKG-t, fizikai aktivitást, stressz szinteket. De utána ezt kielemzi ki? Tehát én nem vagyok szaki, tehát azt, hogy megmérem magamnak, utána ezt én tovább küldöm majd a dokimnak, és ő ezt pedig kielemzi? Ez klinikai eszköz, tehát ez a felhőn keresztül elemzi ki csak szakemberek. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez teljesen klinikai eszköz. Azért fejlesztették ezt ki, mert már most Amerikában van olyan klinika, ahol emiatt el lehet engedni a beteget egy nap a hamarabb a kórházból, mert ez többet mér, mint a kórházban lévő minden gép egyszerre. Tehát összekapcsolódik egy olyan szoftver, ami orvosokon keresztül fut, tehát nem én elemzem, hanem küldik az adatokat valahol, volt a szaki kérem, és azt mondja, rendben vagy egy kicsit lassítsál, gyorsítsál, vagy változtassál valamit. Így van. Uh-huh.
hogy mennyire leegyszerűsödik majd ez a dolog. Ez meg hát ez tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy ilyen öntapados matrica, az. Ami most itt van a ha kezünkben. Ezt most fölragasztom, akkor te leolvasod? Ez most teljesen prototípus, tehát ez nem fog így még működni. Csakár. De az eszköz, a technológia az tökéletesen megvan benne. Előfordulhat, hogy most egy nagyon vadat gondolok, de mondd meg, hogy van-e a realizálása a dolognak, hogy minden egyes magyar állampolgárról lesz majd egy ilyen egy kartoték, ami nyilván már nem kartoték, hanem mondjuk egy számítógépes rendszerben. Ezek az adatok folyamatosan áramlanak be ebbe a rendszerbe, és adott esetben mondjuk a betegnek be se kell mennie, mert az orvos látni fogja, hogy kinek milyen kezelésre van szüksége, kinek mire kell figyelnie, és ő küld majd egy e-mailt, hogy kérem szépen, ezt és ezt kéne csinálni, erre is arra kéne odafigyelni. A megelőzés ezáltal mindennél fontosabb lesz. Ez a cél, hogy ne az legyen, hogy betegséget kezelünk, hanem már az egészséget is kezeljük, tehát hogy egészségesen tartjuk magunkat. Most nem ez történik. Most akkor megyünk orvoshoz, hogy a betegségünk tünetünk van. Általában akkor már késő. Miért nem úgy élünk, hogy teljes felelősséggel egészséges életmódot követünk, ráadásul az adatok alapján jelzi azt nekem a rendszer, hogyha ilyen és ilyen az én életkorommal, nememmel bíró emberek ilyen életmódot követve ide is tudok végül, tehát nekem már most kell lépnem ahhoz, hogy az egészségemet meg is őrizhessem. Eljuthatsz oda mondjuk, hogy egy sztrókot előre jelez? Hogy azonnal menj orvoshoz? Vagy, tehát valami olyat, ami ugye általában az emberek életét igen komolyan befolyásolja, nem számít azt rá, egyszer csak történik valami. Lehet az, hogyha egy ilyen kütyű rajtad van, vagy a zsebedben van, akkor szól, hogy azonnal irány a kórház, mert baj lesz? Nem akarom beszélgetést elvinni futurisztikus irányba, de már most láttam olyan technológiát, ahol nanorobotok fognak élni a vérünkben, és nem, hogy akkor jelzik, amikor baj van, akkor jelzik a betegséget, amikor még fel sem merült, még tünet sincsen, csak ők biomarker szinten már mérik ezt a vérben. Nanorobot bereleknek az emberi nanorobotok. NASA-nál láttam ilyen technológiát, azt tervezik, hogy amikor valakinek infarktusa van, akkor a robotok ezt érzékelik, mentőt hívnak, és közben oxigént bocsájtanak ki, hogy életben tartsák. Nem, már. Ez nagyon durva futurisztikus, de te láttad, hogy itt még 50 év múlva. A technológiát láttam hozzá, és efelé nem 50 év, itt már 5-10 évekről beszél. Vagy veszi az orvosalapot, és elkezd ezeken technológiákként érdeklődni, befogadni, nyitni feléjük, vagy lemarad tulajdonképpen? Én azt mondom a évi százalásomban nekik, hogy jobban járnak, hogyha engedik azt, hogy én segítsek ezen a küszöbön átlépni, mert az e-paciens cunami fogja ezt tenni, az szörnyű lesz. Mondjuk gyerekek, hát a magyar egészségügyet azért ismerve, mire ez az LKG bekerül, addigra a most fiatal dokiknak ezzel még nem kell foglalkozni. Meg hát azért ugye nem is azért, hát ez lassan megy át, szóval azért a hagyományok, meg nem tudom az eszközök, szóval azért nem tudnak olyan gyorsan változni. Nyilván, ha olcsóbb lesz és praktikus, akkor igen. Klinikai vizsgálat kell mögé, tehát ezért is lassabb a folyamat maga, de én nagyon optimista vagyok, be fog jönni az igazi gyakorlatba. De honnan tudom, hogy egy oldal hitelese vagy nem? Tehát én laikusként oldalt használok, annyi szemét van az interneten, annyian gyógyítják magukat félre. Én megértem az orvosokat, akik azt mondják, hogy ne az internetről gyógyítsd magad, mert hülyeségeket írnak, önmagukat doktornak tituláló mindenféle áldokik, meg nem tudom, írogatnak az interneten. Tehát a laikus az sokkal többet árt most még, ha fölmegy az internetre, mint amennyit használ, nem? A fals információk aránya az ilyen 70% körül van. Hát szerintem több. Sok a szemét, nagyon sok a szemét. Ezért gondoltam azt 2018-ban, kellene egy weboldal, ahol mindenki hozzáfér a saját betegségének, szakterületének abszolút minőségi kurát, szakemberek által kézzel válogatott forrásaihoz, legyen az híroldal, Facebook csoport, bármi, ami videócsatorna, bármi, ami hasznos, de szakemberek által kurát. Webicina.com-on ezt csináljuk, most már 140 témában, 21 nyelven, magyarul is. Mondtál, vagy beszélt egy olyan intelligens orvosi székről, amikben ha beleülünk otthon, akkor paramétereket mér és értesíti az orvost. Ez is a jövő, vagy ez a közeljövő? Én nem mondom, hogy minden ilyet támogatok, de ilyen technológia már Japánban ezt megcsinálták, a tavaly nyáron jött ki. Valóban alap dolgokat tud mérni, vérnyomást, tételt. Beülök egy székbe, és akkor ez úgy is néz ki, direkt erre mentek rá, hogy ez egy ilyen high-tech-nak tűnjön. Nem ez az igazi célja az orvosi gyakorlatnak. Van egy Google Glass, ugye ez a szemüveg, ami szintén egy fejlesztés, az orvos elnéz egy laborleletre, és a szemüveg automatikusan megkeresi, felajánlja a normál paramétereket, ilyen is van? Egy legjobb barátom, Rafael Grossman, sebész Amerikában, és ő volt az első, aki szemüveggel műtött, tehát saját maga szemszögéből tudta felvenni videóra azt, amit lát. Engem augusztus elején hajnal 2-kor az én időm szerint hívott fel, azonnal üljek a géphez, mert most kezdi az első műtétjét élőben streamelni. Én mondtam neki, hogy az ilyen videókat nem emberek kutatják majd a hibák után, hanem az IBM Watson szuperszámítógép, és fognak találni majd javulási lehetőségeket. Neki ott fut egy program, és látja, hogy tud összehasonlítani dolgokat? A szemüvege jobb egyharmadának látóterében látja az internetről kapott információkat, igen. Jézus. Hol tartunk? Kicsit, mint a Terminátor. Kicsit már ez ilyen jövőszerűen. Nem szeretném, hogyha mindenki, vagy megijedne bárki, hogy milyen futurisztikus technológiák jönnek felénk. A cél az, hogy
látni kell, hogy ezekből cunami méretben fognak jönni felénk ezer meg ezer számra egyre olcsóbban, de tudni kell őket behozni az igazi hasznos klinika gyakorlatban. Az elképzelhető, hogy például ez az LKG, ez az egyútas LKG mondjuk kikerül úgy a közforgalomba, hogy az átlagember is hozzáférjen? Tehát anyám, akinek pacemakere van, és mindig izgul, neki lesz otthon egy ilyen, és amikor érzi, hogy vacakol a cucc, akkor csak megfogja, és megküldi is az orvosnak, ez lehetséges út? Az eszköz másfél éve egy telefonnal működött, fél éve bármilyen telefonnal, és csak Amerikában vette meg orvos, szerintem jövőre bárki megveti bárhol. Tehát látszik az íve ennek a fejlődésnek. Hát meg egyébként mondjuk el, hogy az okosórák egy része már gyakorlatilag ugyanebben az okosórákra történő fejlesztések egyére része már ebbe az irányba megy, azok is mérnek már pulzust, azok is szednek össze különböző adatokat a te egészségi állapotodról, azok is működhetnek személyedzőként. Igen, tehát nem az a kérdés már, hogy lesz-e ilyen technológia, mert a sorot egész nagy csoportot fogunk ebbe látni. A kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk behozni az igazi hasznos gyakorlatba, beteg meg orvos oldalról is egyaránt. Kérdezi valaki, hogy cukros vagyok, olvastam eltem, hogy kifejlesztettek egy kontaktlencseszerű vércukormérőt. Itthon mikor lesz elérhető? Ez létezik? Valóban, digitális kontaktlencse és könnyebből tud vércukorszintet mérni. A technológia, a technológia az készen van rá, még nincsen forgalomban, de hamarosan lesz. Tehát berakom a kontaktlencsét, könnyezik a szemem, és ő szól, ha mondjuk magas a cukrom. És Bluetooth-on keresztül kommunikál a telefonnal, hogy pontosan hogy áll a vércukorszint. Mi van? Nem fér bele egy Bluetooth. Berakod a kontaktlencsét, méri a könnyebbet, és a könnyebblencséről neked a telefonra lehozza az adataidat, hogy hogy áll a cukrod. Ez készen van, igen. Ez készen van. Ez készen van. Aha. Tehát ez nem futurisztikus, ez van. Az a kérdés, hogy be tudjuk-e hozni, meg hogy milyen veszélyekkel. Ennek az egész rendszernek számtalan veszély van egyértelműen. A rossz online információtól alkalmazások száma csökkent. Tehát végre ezen a high pont túljutottunk, mindenki mindent kipróbált, szuper, és elkezdünk használni észszerűen alkalmazásokat. Ez lesz ebben is. Van egy nyálteszt, amit hoztál, az micsoda? Ez egy genetikai teszt, nekem három ilyen kaliforniai genetikai tesztem volt. Online lehet megrendelni a tesztet, mint genetikus mondom, hogy még nem hasznos maga tudományosan, de ki kell próbálnom, mert miért ne. Ezt kaptam egy mintavételi csövet, leírták azt, hogy nyálmintát kell adnom, 10 milli nyálat. Ez bármilyen furcsa hangzik, de ez abszolút kívás. Tehát ez elejétek, hogy fél órával a nyálmintavétel előtt nem ehetek, nem ijatok, nem rágoztok, nem is lehet levegőt se venni. Úgy azért igen. 10 milli nyálat adni az 40 perc. Szóval az tényleg egy igazi kívás volt. Nyálminta, rátettem a kupakot, egy folyadékot beleengedett, ami a DNS-emet megőrizte, visszaküldtem csomagküldőszolgálattal, és három hét múlva kaptam az eredményemet, hogy a DNS-em alapján milyen betegségre mondanak, milyen hajlamot. De most, mint genetikus mondom, ez még a technológia miatt nem annyira hasznos, és kérdezték, akarok-e beszélni genetikai tanácsadóval, mondtam, hogy hát hogyne, pláne orvos genetikusként kíváncsi voltam. És azt mondta a tanácsadó, hogy úgy látszik, hogy tüdőrákra 1%-kal magasabb esélyem van, mint az amerikai populációnak. Mondtam, hogy fantasztikusan lesz. Azt mondta, hogy ebben 2%-kal magasabb az esélyem. Kérdeztem, mit tehetek? Négy dolgot tehetek, egészséges életmód, vízilaktítás, kis dohányozni csapol. De hogy mondjuk 10 év múlva én elküldöm a nyálamat valahova, és megkapom, hogy hajlam, nem tudom, genetikailag DNS, mondjuk a prostatarák, vagy a szív, vagy bármi, és akkor oda tud az ember figyelni, és lemagolaj, tök magolaj. Tehát el tudod kezdeni. Négy dologra tudsz majd odafigyelni, egészséges élet majd. Na, de mondjuk azt jelenti, hogy neked 10%-kal magasabb a prostata, akkor elkezdesz tök magad, lemagolt, stb. Hát az stb. Amiket ugye tudsz enni. Annyira, hogy már lehet anyai vérből magzati vért kinyerni, és majd DNS is kinyerni. Tehát meg lehet mondani születés előtt azt, hogy milyen genetikai háttere van a később születendő gyereknek, valának. Izlandon mindenkinek megvan a genetikai a géntérképe. Tehát ez minden embernek megvan. E felé tendálunk minden szempontból. Eddig az, hogy egy embernek a teljes géntérképét meghatározzák, az milliárd dollárba került a Human Genome projekt kapcsán. Az elmúlt években már 400 millió forintokért árulták. Az enyém az ilyen pár százezer forintba került árban. Megyünk lefelé, szerintem ingyen lesz pár éven belül. Az elemzés lesz drága. De maga az, hogy az adatomhoz hozzáférek, mert jogom van hozzá, az ingyen lesz mindenkinek. Figyelj, csak azon gondolkozom, hogy te 29 évesen hogy értél el idáig? Tehát, hogy 4 évesen kezdted, vagy 6 évesen már publikáltál? Tehát azért 29 évesen érted, egy 50 éves dokitól hallanám, hogy egy 29 csoka éves csokit magyaráz nekem mindenféle cuccokról, nem? Hát azért így kikerekedne a szemem. Tehát ez hány évesen kezdted? Én tudtam 6 évesen, hogy orvos genetikus leszek. Igen? Igen, de... Szörnyű gyerekkorod lehet. Kimondtam, ez egy gyerekem 5 éves, és nagyon szeret traktorozni. Igen. És még nem mondta, hogy apa orvos genetikus. Debert szemben is szemmel veszem. Stanfordon csináltam most tavaly mesterkurzust, tehát szépen így alakítani a dolgokat, mert szeretném, hogy ez a tudás elérjen mindenkihez. Amikor kaptam egy e-mailt egy londoni orvostól, hogy mondjam meg, hol van a Nagyvárad tér 4 a Semmelweisnek az emeli tömbje, mert ő eljön minden héten a londoni praktikusából, csak hogy végigjegye a kurzusomat. Éreztem, hogy kell egy online formátum, ezt
vagy megcsináltam, ez egy online globális kurzus, ingyenes mindenki számára. Teszteket lehet végezni, kapnak érte plecsniket, a végén pedig jár bizonyítvány, hogyha minden teszet elvégzett valaki. Azt évvel, hogy szóljatok már a srácnak, hogy kezdjen el picit a magyar focival is foglalkozni. Ja, igen, hát ha valamit lehet. Na jól van, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, reméljük, hogy akkor ezzel minél előbb találkozunk már így a hétköznapokban. A kis másfél kilós EKG gép helyett ezzel nagyon érdekes dolgokat mondtál. És irigylésem méltó az, ahol eljutott, de mondjuk picit sajnálunk amiatt, hogy téged valószínűleg Cejzellel altattak, és nem Lázár Ervinnel, de... Ez itt a Best of Morning Show. Mi pedig akkor kapcsoljuk tököl, drága hallgatók, ahol, ha minden igaz, akkor a mi száguldó riporterünk Szani Roland már ott van, és közvetít, hogy hogyan a mi drága Jánosunk, mi van vele, mi történik, hello Roli, mi újság, tökölöm. Na, a helyzet a következő, elindult a show-m, Jani már bentül ebben a bizonyos vadászgépben, és hát olyan szépen áll a fején ez a bizonyos hatalmas sityak. Jani, köszönj még nekik utoljára, kérlek. Sok mindent tudok elmondani most is már a gépről, egyszerűen csodálatos a látvány, most már bennülök megelőtt kihazó, hogy gyakorlatilag nem tudom egyből kezelni ezeket a biztonsági öveket, amik ide szögeztek az üléset, úgyhogy biztos, hogy nem tudok menekülni. Picit vészjósló, hogy a pilótát Filipnek hívják, és én egyetlen Filipet ismerek, és őt elég sokat szinkeltem az utóbbi időben, ez nem jó előjel. Igen. Úgyhogy bentülök, és amúgy... Két katonai gép is áll mellettünk jelenleg a betonon, itt van már természetesen a B-25-ös is, és egy Corsair is, egy kisebb egymotoros, szintén második világháborús repülőgép, nagyon-nagyon durva. Filipről még annyit kell tudni, hogy ő katonai repülő volt, korábban az osztrák légierőnél szolgált, úgyhogy igazi profiról van szó. Igaz, most kezdte gyakorlatilag újra a repülést a múlt héten, mert voltak némi problémája az alkohollal, és emiatt 3 éven keresztül elvonom volt. Igen, és általában ez az első repülése. A telefont a Rollinak, és akkor vele még tudtok egy picit szerintem csevegni. Jó, oké, okay. Big Boss, itt haver csótány, kiszállok. Be van csokizó, mint az állat. Na halló, na itt vagyok. Filip, where is Filip? Showtime! A Filip éppen köti be magát, még a karabinereket rögzíti, még sisak nincs a fején, még nem indult el a gép, itt állunk éppen mellette, még ráhúzza, jó. Egyébként az átlag sebessége, az utazó sebessége a gépnek 300 km per óra, de képes 1000 km-t is megtenni óránként. A 6+G, ami a Janit most érni fogja. Mindenki hátrébb áll, fölvette a maszkot a pilóta, most zárja be a kabinnak a tetejét, kérlek szépen. Igen, azt még ott átkapcsolja, igen, jó, rögzíti, teljesen ráhúzza, és akkor gyerünk. Kiadtam neki az utasítást, hogy mindenképpen térjen át a budaörsi frekvenciára. Na, csak akkor eljött mindenki a géptől, úgyhogy most már megfelelő távolságban vagyunk, innentől kezdve mindjárt indulnak a motorok. Hajtóművek eléggé bemelegszenek, úgyhogy mindjárt kívül. Még áll. Még áll. Nagyon éles sívító, nem szokott jól jelenteni. Nem, nagyon izgulja. Budapest mellett, tökölöm vagy, repülőtér. Janinak mosolyt látok az arcán. A gép sötétkék, fordó, 3 kereke van. 2 szárnya viszintesen. Egy fölfelé, ez már a farkán. Itt szerintem már nem hallottuk, vagy hogyha igen. Jobbája, még hallunk, Roli, hallunk, mondja, közvetíts, abszolút hallunk, nagyon jó. Jó, a Jani integet. Légkondicionáló nincsen a fülkében, azt mondta a Filip, és minibár sem. Éppen ezért Jani felvitte magával a kis ásványvizést. Nem tudom, hogy ez biztató-e vagy sem, de azért azt még elmondom nektek, hogy mielőtt Jani beszállt ebbe a bizonyos kis fülkébe, azelőtt még felhívta a kedves párját, hogy akkor hát... De jó, hogy itt vagyok, és úgy örülök neki, hogy akármi. Még egy pucit küldök neked. Édesem, hát Ancika. Igen. Most mit csinálnak, Roli? Állnak a kifutópálya végén? Nem, most eltűntek már, nem látom őket. Vizuálisan nem megközelíthető a tárgy, kérlek szépen, ahogy szokták ezt mondani ilyenkor. Mert hogy a fák mögött vannak, ugyanis a kifutópálya a fákon túl van, úgyhogy én már csak azt fogom látni, amikor egy olyan 20... A vadont reptessétek már el a budaörsi focipálya felé, mert 60 focista várja. Köszi. Gyerekek, itt állok az erkélyen, alig várom, hogy erre jöjjön, fogom a gyerek kezét, és izgulok Janiért, drukkolok nektek. Hajrá, Klassz FM. A másik kezemben várni? Puska van. Igen. Kijöttem a munkahelyemről, Budaörsön dolgozom egy hiperben, megpróbálunk feljutni a tetejére. Látni akarjuk Janit, drukkolunk, gyertek erre. Írja nekünk Csaba. Egyedül vagyok itthon, egyelőre beszorultam, nem tudom kinyitni az erkélyajtót, ha kint vagyok, remélem látom. Repüljetek az Erzsébet híd felé, persze, nyilván. Berepülünk, tudod, a fővárosba. Ez így megy. Brolika, mi a helyzet, tökölöm? És elindult, felszálltam! És felszálltam! Olyan meredeken, hogy egy utasszállító ilyet sosem tudna csinálni. Egy olyan jó 45 fokos tökben emelkedik, kérlek szépen, és olyan hangja van,
nagyon szép, és egyből egy forduló, és egyből meg volt, most már lefelé jönnek, tehát hogy ennyi. Fölemelkedtek egy 300 méterre, szerintem az kb. Annyi, és már lefelé jöttek, és volt egy teljes fordulat vízszintesen, a vízszintes tengely körül. Biztos, ami biztos megkapta Jani az első lökést. Na megpróbáljuk Janit akkor adásba tenni. Jani, hallasz-e minket? Ha igen, akkor mondjál bármit! Hallasz benneteket, srácok! Hello! Figyeljetek, végtelenül az a jó, hogy egyébként Filip nem sokat vattakolt, rögtön csinált velem az elején az első 200 vagy 300 vagy nem tudom hány száz méter után egy fordulót. Figyeljetek, igazából eddig semmiféle probléma nincsen, csak az a baj, hogy nem vettem ki az aprót a zsebemből. Tudjátok, mindig fel vagyok rá készül, hogyha hipermarketbe megyünk, hogy a bevásárló kosarakban legyen, és most minden itt mozog körülöttem a fülkébe. Most vagy a repülőtér fölött, itt vagy Budaörs fölött. Itt vagy Budaörs fölött, ha integetsz, akkor látjuk, most húzol el pont a reptér fölött. Most integetek, látjátok, hogy integetek? Hogyne! Hogyne látnánk, a mosolyod is olyan szép, mint minden reggel. Kicsit szürkébb vagy, de egyelőre minden rendben, úgy látszik. Most csinálunk egy jobb kanyar, földről látlak benneteket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kijött, és... Egyenlítenem kell, mert valamilyen olyan erő kezd el hatni az agyamra, ami eddig még nem. Körülbelül olyasmi lehet, mint az érettségi, ha jól emlékszem. Nagyon jó vagy egyébként, egyelőre még mindig nagyon jól bírod, a jobb kanyart látjuk, most vagytok a reptér másik oldalán, ugyanerre fordultunk tavaly az Ankettessel, most fogtok ráfordulni egy újabb jobb kanyarral a reptérre, és kicsit szerintem alacsonyabban fogtok áthúzni. Hogy bírod? Hoppá, most történik valami, mindjárt bemosom! Gyerekek, teljesen oldalra fordított a Filip a gépet, és megy körbe-körbe a budaörsi reptér fölött. Nagyon-nagyon masszív az egész, és nagyon stabil, tehát igazából annyira nem rettegek, csak picit olyan, mint hogy a szervek a jobb oldalamra át akarnak csúszni a bal oldalamra. Tehát, hogyha valaki most például ebben a pillanatban tökön akarna rúgni, annak nem sikerülne, mert azok már fönn vannak a gyomromban. Urán érzem magam. Na most figyelj, ez az! Itt jössz a reptér fölött, integes Jani! Na ez a nem finom. Most jön el Jani, ugye a kis Alfa Jettel húzát a budaörsi reptér felett. Látom a lengyel Zsuzsi dekoltását! És ebben a pillanatban... Szia Jani! Jani! Ez a jó, igen jó! Ez az! Feri, ez nem nézett ki jól. Dumál, Jani, teszi! Ugye nem baj, hogy most nem beszéltem. Semmi baj, veled vagyok, ezt tudom milyen, ez nem annyira jó. Ez nem lesz jó, kapaszkodj! Kapd fel! Jani! Itt vagy, Jani? Jani! Na leteszünk szépen lassan, jó Jani? Mert most már tényleg szerintem az is visszajön, amit egy hete ettél. Úgyhogy tesztek még egy kört, és akkor repültök vissza tökörre, jól vagy? Köszönöm szépen, meg vagyok. Jó lenne, ha mutatna még valamit, csak az a baj, hogy én ezeket kívülről nem látom, csak azt veszem észre, hogy először a föld vonalatom, aztán az ég, aztán megint az ég, aztán föld, az ég, az ég, az ég, a föld, az ég, a föld, az ég, az ég, az ég. Ó, oda néz, most még belehúz a végén! Na jól van. Oké, Jani elment, Janinak köszönjük szépen. Jani most már, ahogy látom, tökörre megy. Hát egy hős volt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM.